Jó estét kívánok, Gellért Ádám vagyok, a Clio Intézet társügyvezetője. Üdvözlök mindenkit a Clio Intézet Tanácsköztársaság 100 év után előadás sorozatának 12. előadásán. És amikor elkezdtük Bödök Gergővel megszervezni ezt az eseményt, akkor az volt a célunk, hogy a Tanácsköztársaságot egy 20 részes előadás sorozat keretében a maga teljes egészében mutassuk be. Most vagyunk körülbelül a felénél, és úgy gondolom, hogy ez egy csúcspontszerű esemény. Nyáron kezdtünk el azon gondolkozni, hogy nagyon sok mindenről esett már szó tavasszal, és fog is még az ősz folyamán. De mindenképpen szerettünk volna egy előadást tartani, illetve meghívni egy előadót, amin a Tanácsköztársaságnak a valójáról, a mozgatóiról, illetve az esemény történetének a tágabban lett eseményéről beszélünk. Hatos Pál ugye már volt nálunk előadni tavasszal, amikor március 21-éről, illetve az azt megelőző időszakról beszélt. Hatos Pált gondolom nem kell az itt ülőknek bemutatni, ezért mégis meg fogom tenni, pedig azért, mert ma délután fölmentem a Magyar Tudományos Műnöktárába, ahol Hatos Pál neve mellett eszmetörténész és vallástörténész állt. Nem tudom, hogy ő adta ezt, viszont ha a 117 publikációját végignézik, akkor azt fogják látni, hogy körülbelül a 2010-es évek közepéig Hatos Pál a protestantizmusnak a Magyarország, illetve nemzetközi vonatkozásaival, illetve Ravasz László, Vincent, illetve Szegfi Gyulának a pályával foglalkozott. Csak néhány munkáját szeretném felsorolni, mert ha elolvasták 2018-ban az elátkozott köztársaság című munkáját, akkor feltűnhetett önöknek, hogy ez nem egy szokványos szöveg, ez nem egy szokványos történet. Mégpedig azért nem is, ennek valahol az lett a mozgatórugója, hogy Hatos Pál értelemszerűen történelmi és magyar szakon végzett, de elvégezte a jogi kart is, és a budapesti piarista gimnáziumban kezdett el tanítani. Érdeklődési köre, ahogy említettem, eszmetörténetet, a vallástörténet fele vitte, és 2000-ben védte meg a doktori fokozatát a genfi reformáció eszmetörténetéről, ami egy évvel később meg is jelent az Osirisznál. A genfi reformációkép változásai egy egész tág korszakot átölelve a 16. és a 20. században, mégpedig egy historiográfiai elemzés tükrében. A 2013-as és 15 között több szerkesztett kötetet is publikált, egyiket Novák Attilával közösen, Kisebbség és többség között, a magyar és a zsidó izraeli etnikai és kulturális tapasztalatok az elmúlt századokban címmel. 2016-ban jelent meg, úgy gondolom, hogy a nagyobb közösség számára is hozzáférhető és rendkívül jól megírt könyve, Ravasz László életéről, ami a Jaffa kiadónál jelent meg, Szabadkőművesből református püspök címmel. És 2018-ban jelent meg az a könyv, amit gondolom, itt, itt ülők közül a legtöbben ismerhetnek, az Elátkozott Köztársaság, 1918-as összeomlás és a forradalom története címmel, szintén a Jaffa kiadónál. Tovább nem is fogom húzni az időt, annyit tenném még hozzá, hogy 2019. januárjától Hatos Pál a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközponton belülműködő közép-európai kutatóintézetnek a vezetője, ami egy tágabb kitekintésben és tágabb összefüggéseiben próbálja vizsgálni Közép-Európát, mint kulturális, politikai és társadalomtörténeti szempontból. Tehát a mai téma, azt, ahogy láthatják, kik és hogyan irányították a Tanácsköztársaságot, ahogyan megszokhatták, Hatos Pál fog 35-40 percben egy nagyívű bevezető adást tartani, és utána pedig Bödök Gergő, a Clio Intézet társügyvezetője fog egy oponenciát kb. 15-20-25 percben tartani, és utána pedig nagyon-nagyon várjuk a kérdéseiket. És akkor fel is kérném Hatos Pált, hogy tartsa meg az adását. Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntök mindenkit, és nagyon hálás vagyok, hogy a délutánjukat ennek az előadásnak, beszélgetésnek szánják. Nagyon köszönöm a méltatást. Legutoljára én itt a Clio Intézet előadásán a Gellért Ádámén voltam, hát egész egyszerűen lenyűgöző volt, miután azt mondta, hogy csak 36 órája volt, hogy egymást helyettesítsék az akkor megbetegedett előadóval. Valóban ez egy nagyon érdekes és izgalmas történet. Ez olyan, mint egy szerelmes film, hogy kik irányították a proletár diktatúrát, és mindenki arra kíváncsi, hogy lesz-e benne ágyjelenet, ugye? És az ágyjelenet az mindig valami tiltott, valami olyasmi, amit nem szabad, nem illdomos megbeszélni, és hát a proletár diktatúra kapcsán ez ugye a zsidó uralom toposza, hogy zsidók irányították, zsidók voltak, zsidók taszították romlásba Magyarországot. Mi ugye tudjuk, hogy nem. Szeretném elmondani,
hogy az, hogy zsidók voltak, az, hogy a kommunizmus megalakulásánál, a kommunista pártok megalakulásánál szerte Európában rengeteg először is fiatal gyülekezet, másszor zsidó fiatal, az nem jelenti azt, hogy a kommunizmus zsidó felelősség. Gondoljunk csak Weissmanfréd öngyilkosságára, gondoljunk arra, hogy Szolnokon az ellenforradalmárok voltak zsidók, és a forradalmárok, ez ugye a csőcselék, nem zsidók. Gondoljunk arra, hogy a proletár diktatúra által okozott kár, rablások, amit ugye szocializációnak vagy szocializálásnak neveztek, annak a nagy része a zsidó polgárság, a zsidó tulajdonosi réteg itta meg a levét, sőt azt is tudhatjuk, a vörös terror áldozatai között is jó részt arányán felül voltak a zsidók. Tehát nem csak az elkövetők között, hanem az áldozatok között is, és azt se felejtsük el, hogy a zsidóság döntő többsége soha semmilyen viszonyba nem került a kommunizmussal. Azt se felejtsük el, hogy például, ha a katolikusokat nézzük, a budapesti piarista rendtartománynak közel fele kilépett, aláírta a tanácsköztársaság idején a kilépési nyilatkozatot. A zsidóból az egyik legnagyobb magyar tanárrá lett Sík Sándor, például nem, és folytathatnánk, hogy tanítványa mondjuk Szerb Antal diák internacionálét írt, amit ugye Vörös Boldizsár már itt el is énekelt annak idején, úgyhogy én ezt nem vállalom újra magamra, bár ugye a három tenor az biztos tudna versenyezni. Szóval biztos, hogy szó kerül erre is, de igazából arról kerül sor, hogy ez egy zárvány. Az egész tanácsköztársaság, proletár diktatúra, kommun, ez egyfajta zárvány a magyar historiográfiában. Egyrészt azért, mert rendkívül rövid ideig tartott. És hiába tartott rendkívül rövid ideig, mégis dobogós helye van a történelmi emlékezetben. Dobogós helye van, mégpedig azért, mert az 56-os forradalom után ez a második legrövidebb időszak, amellyel az emlékezet nem tud mit kezdeni, nem tudja megemészteni. Ugye, például nagyon sokan hálásak Horthy Miklósnak, hogy megdöntötte Kun Béla uralmát. Na most ez nem igaz. Sajnos a Kun Béla uralmát a román hadsereg döntötte meg, ezt minden forrás tudja igazolni. Itt ül Perczel Olivér, aki szintén közölte, hogy szentesen 1919. július 20-án, 2 óra alatt, amikor visszafoglalták a várost, a Vörös Hadsereg alakulatai, 2000-en jelentkeztek a Vörös Hadseregbe, míg Szegeden, ahol Horthy Miklós ugye a Csónakázó klubban mesélte távol-keleti kalandjait, összesen 1300-an voltak, és nem kommunista forrás, hanem a szegedi kormány, aminek Horthy Miklós tagja volt, jelezte, hogy a Szeged alsóvárosának népe nem akart jelentkezni a nemzeti hadseregbe, akármilyen szívesen is hallgatta Zadrovec páternek gyújtó szavait, nem jelentkeztek Dorozsmáról sem, mert a vörösök ellen nem mentek volna, a románok ellen meg nem mehettek. Azt is sokszor elfelejtjük, pedig ezt is megírta 1921-ben, tehát korán sem kommunista forrás, hanem az a Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter, aki a kommunisták túsza volt a gyűjtőfogházban, hogy a román megszállás 7-szer akkora kárt okozott a magyar gazdaságnak, mint a tanácsköztársaság rablása. Tehát, hogy élnek bennünk toposzok, és élnek bennünk elhallgatások. Elhallgatjuk, hogy például Veszprém városa herendi porcelánkészletet adományozott a román parancsnoknak. Hódmezővásárhelyen báloztak. És folytathatnánk a sort arról, hogy egy zsarnokabb zsarnok döntötte meg a kommunista zsarnokságot, és nem a nemzet önereje. 1300-an mentek át ugye a Dunántúra, a nemzeti hadsereg,
Hol volt a legmagasabb fehér terror áldozatainak száma? Somogy megyében. Hol volt a legalacsonyabb vörös terror áldozatainak száma? Somogy megyében. Nincs oksági összefüggés abban, hogy mondjuk a megtorló igazságosság sújtotta volna a somogybegyei több száz parasztot, jó részt egyébként, meg zsidót. Nincs, mivel hogy például ugye Latinka Sándor az azonnal kártérítést is akart fizetni annak az egyetlen szerencsétlen embernek, akit ugye meglőttek. Éppen ezért, hogyha emlékművet csinálunk 19-nek, akkor fel kell állítani a Nemzeti Vértanúk emlékművét. De ott minden ártatlan embernek ott kell lennie. Ott kell lennie, mert ők is magyarok. Ott kell lennie annak, akit csak azért, mert véletlenül zsidós kifejezése volt, az arcának öltek meg, és ott kell lenni természetesen mindenkinek, akit a proletár diktatúra ártatlanul ölt meg, mert ne felejtsük el, és szintén Bödök Gergely kutatásából tudjuk, hogy bizony volt ott is olyan igazságszolgáltatás, ami halálos ítéletet szabott ki, és hajtatott végre, mondjuk brutális megerőszakolásért és gyilkosságért, és aztán az illetők esetleg feltűntek valami mártír listán. Nos, nem. Tehát, hogy egy nagyon zavaros történetről van szó, ami nagyon zavarosan kezdődött. Forradalom vagy pucs? Ugye? Forradalomnak először egyébként a Fekete Gróf. Ifjabb Andrássy Gyula nevezte az 1919. március 21-i, hogy is hívják ott, amikor a négyekhez, a négy nagyhoz beadványt intézett, és azt mondta, hogy mi földesurak sok mindent tennénk, de végre a kapzsi szomszédok, hát hogy is mondjam, mérsékeljék étvágyukat, és a nemzet nem bolsevik, de kétségbeesésből belehajszolta magát a világforradalomba, mert ezt tudja megmenteni, úgymond, a területi integritást. Miközben Andrássy Gyula forradalomnak nevezte, addig Lukács György úgy érezte, hogy túl korán jött, túl olcsón. Kassák Lajos, aki ugye plakátcenzorként is működött, proletár diktatúrában, ez az öntörvényű alak, akinek a szomszéd szobájában alakult meg a kommunisták magyarországi pártja, ő azt érezte, hogy ez egy olcsó mulatság. Nem küzdöttünk ki. Ugye, Lukács valószínűleg a hegeli filozófiára is, a szellem fenomenológiájának gyönyörű soraira is emlékeztetett, ahol az ember az öntudatra, az igazságra csak egy élethalál harcon keresztül juthat el. Pontosan ezt az etikai imperatívust érezte deficitisnek, hogy nem kellett harcolni, az ölükbe esett, valóban az ölükbe esett. És most felolvasok egy, hát egy idézetet, hogy hogy nézett ki az első minisztertanács, ugye a forradalmi kormányzó tanács első ülése a várban, a miniszterelnökségen. Hogyan látta ezt Vince Sándor, a Szociáldemokrata Pártnak kolozsvári titkára, Kumbéla gyermekkori barátja, akinek valószínűleg emiatt az idézet miatt, meg sok más idézet miatt is máig kéziratban van a könyve. A népbiztosok tanácsa a miniszterelnökségi tanácsterem asztalánál nem volt tiszteletet ébresztő látvány. A kormány felének lógott a lába az asztal alatt. Olyan apró emberkék voltak, hogy nem ért a lábuk a földig, ha a széken ültek. Ha egy ember kisnövésű, abban nincs semmi nevetséges. Kisnövésű emberek is lehetnek szellemi és erkölcsi óriások. De ha egy kormány tagjai olyan kisnövésű emberek, hogy a lábuk nem ér a földig, ha az asztal körül elhelyezkednek, törvényt hozni és történelmet csinálni, hát az nevetséges. És nevetségesen hat még a legjobb indulatú szemlélőre is. A diktatúra időszaka valósággal belehajszolt a humorizálásba. Nevetni és viccelni kellett akkor is, ha az emberben nem volt elegendő arra, nem volt elegendő erő arra, hogy az első kilincsre felakassza magát. Bennem nem volt meg az erő, mondja Vince Sándor, és valóban ő részt vett elég sok forradalmi népbiztosi vagy kormányzó tanácsi ülésen, és így vagy úgy, de megőrizte Kumbélának is a rokon szemvét. Vészi Józsefnél vacsorált, ugye a Pester Lloyd főszerkesztőjénél,
augusztus 1-én este, és a Kelenföldi pályaudvarról még oda telefonált Kun Béla, hogy jöjjenek, hogy jöjjön ő is, meg felesége is velük. De ő nem ment, és Vészi József, amikor végre elment a vonat, azt mondta, összetépve a szakszervezeti igazolványát, hogy most mi jövünk. Mi jövünk, azaz a liberális rend jön, a szabadelvű, konzervatív szabadság jön vissza, ami ugye Magyarországot a dualizmus alatt nagyjátette, amit a háború széttépett, amit Károlyék ügyetlenkedése elrontott, és amit ugye Kun Béláék álmokfutása a végletekbe hajszolt. Hát nem ez jött. Nem ez jött. He's a gentleman, mondta Clerk angol megbízott Horthy Miklósról, de hát ugye nem az úriemberi világ jött vissza, hanem az orgoványi kiserdő, a gyilkosságok, prónai, és hát ugye ennek az egész korszaknak azt a lehetőségét, vagy erről a korszakról, hogy úgy beszéljünk ironikusan, szatírikusan, pont az ilyen somogyi bacsógyilkosságok, február 17-én ölték meg Somogyi Béla újságírót és Bacsót, a Népszava tudósítóját, mert ugye a fehér terrorról beszéltek. Nem volt szabad elmondani a kommunista időszakban Somogyi Béláról, hogy őt gyakorlatilag kicenzúrázta a kommunista hatalom. Fölmehetünk ma a Library Hungaricánára, megvan ott a Tanácsok Országos Gyűlésének jegyzőkönyve, ragyogó dolog, hogy a levéltári anyagok elérhetőek akár az otthonunkból, csak épp az egy cenzúrázott példány. Nincs benne Somogyi Bélának mondjuk az a felszólása, hogy itt mindig előimádkozók serege vesz minket körül, és hogy demokráciát követelek a proletariátusnak, és nem egy-két ember diktatúráját. A kommunisták félreteszik, cenzúrázzák, és mégis a kommunizmusért, mert egyszerűen úgymond szóvá teszi a fehér terrort, borzalmas, brutális halállal kell meghalnia. Pontosan ezek azok a történetek, amelyek miatt ez az annyira végtelenül komikus helyzet, amikor Vince Sándor például lejegyzi azt, hogy Lengyel Gyula pénzügyi népbiztos azt mondja, hogy fogytán van a pénz, már megkerestem Budapest legjobb hamisítóit. Valóban arról volt szó, hogy Lengyel Gyula, aki egy felkészült pénzügyi szakember volt, arra gondolt, hogy az eljövendő kommunizmusban nem kell majd a pénz, addig meg kihúzzuk valahogy, azért kerítsenek elő néhány szakembert, aki szépen tud nyomtatni, és hamis pénzt tesz lehetővé. Ha a frank hamisításnak esetleg, ami 1925 Bethlen, Teleki, Windisch Grétz Lajoshoz kötjük, akkor látjuk, hogy ez a korszakban sokan hitték azt, hogy házi barkácsolással, atombombával fel lehet az igazságtalan rendszereket. Lehet légyen szó az a kapitalista világról, vagy a kisantant szorításáról, vagy a nagyantantról fel lehet robbantani. Nem lehetett. Szóval, kik is voltak ezek, akik irányították a proletár diktatúrát? Én azt mondanám, leginkább az események irányították, és nem személyek. Itt van mindjárt a VIX jegyzék. Tehát amiről beszéltem, hogy Lukács György is úgy érzi, Sinkó Ervin is úgy érzi, Kassák Lajos is úgy érzi, és idézhetném Illyés Gyulát is úgy érzik, hogy nem történt forradalom. Valami ócska paktum volt, ugye a paktum azóta is végig kíséri a magyar történelmet, gondoljunk ugye az MDF lázadóira, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni, nem tetszettek Kun Béláék sem forradalmat csinálni, hanem finom egyiptomi cigaretták közepette, alig 45 perc volt, hogy nem tudom milyen a finom egyiptomi cigaretta, de minden esetre Láda István, az igazságügyi minisztérium miniszteri tanácsosa csempészte be Kun Béláéknak, mert ugye ők letartóztatásban voltak. Szóval kedélyes tárgyalások alkották meg az úgynevezett platformot, amelynek alapján létrejött a proletár diktatúra. Itt volt a VIX jegyzék, tehát egyfajta baleset, amivel már nem tudott a Károlyi kormány mit tenni, és ki is jelöli azt a fajta utat, amelyben a proletár diktatúra jár. Méghozzá a területi integritásnak valamiképpen való fenntartását. Budapest nem bolsevik, mondja Thomas Masaryk, amikor Smac tábornok Prágában beszámol Kun Béláról való találkozásáról.
Budapest ugyanúgy nacionalista, mint volt Károlyi alatt, Kun Béla gyakorlatilag ugyanazt akarja, mint Tisza István, elnyomni továbbra is a nemzetiségeket, és megtartani az úgynevezett ezer éves határokat. Nagyon sokan azóta is azt gondolják, hogy az a fajta némaság, csend, passzivitás, amely március 21-ét fogadta, az pontosan ennek a nacionál bolsevizmusnak volt köszönhető. Károlyitól már nem várhatunk semmit, az Antant jó indulatától nem várhatunk semmit, jöjjenek a kommunisták, jöjjön, amit akkor úgy neveztek, a keleti orientáció, és jöjjön a világforradalom, amely megvédi a magyar érdekeket, megvédi a magyar területi integritást. Akkor is így van ez, hogyha az egyik kommunista invenció az volt, hogy hangosan, deklaráltan szakítottak a területi integritás eszméjével. Erre tud hivatkozni a baloldali történetírás, és erre tud hivatkozni a jobboldali történetírás. Azok a mondatok, hogy két hónap múlva Kolozsváron leszek, és az ellenségeim meglátják, hogy mit fognak velem csinálni, mi ugye Kun Bélától származik, vagy az, hogy aznap este, amikor elküldi a területi integritásról való feltétlen lemondást a francia, román, szerb és cseh kormányoknak Kun Béla április 30-án, munkás ezredek kelnek át a Komáromi hídon, hogy visszafoglalják ugye, Komáromot. Vagy például az, amiről Smuts tábornok beszámol, és Harold Nicholson a kísérője is, hogy mi itt nem fogjuk mást, nem fogjuk elfogadni a VIX jegyzéket, akkor sem fogadjuk el, hogyha akkor megindulnak a zsírszállítmányok, megindul az élelmiszer, megindul a szén, életre kap az ország, ne felejtsük el, hogy éheztek, fáztak az emberek. Mert itt van a székely különítmény, itt van a székely hadosztály, és azok felakasztanak minket az első fára. Tehát itt vannak a jegyzőkönyvek, hogy a székely hadosztálytól, a nacionalista hangulattól félve, diplomáciailag nagyon utólag megítélhetjük, nem tudom, mit csináltam volna, ott lettem volna a keleti pályaudvar peronján 1919. április 5-én, visszautasítják Kunék azt az ajánlatot, hogy nem vonulnak be a románok, hanem francia csapatok lesznek. Nem, ők azt mondják, hogy vonuljanak vissza a belgrádi konvenció megszabta határokig, azaz térjen vissza Marosvásárhely, azaz térjen vissza Pozsony, azaz térjen vissza Kassa. Elpuskázzák a párizsi meghívót, a békekonferenciára való meghívót, ellentétben mondjuk az osztrák kormánnyal. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy ott vannak deklaráltan ezek a területi integritásról lemondó szólamok, és ott van az a politika, amely diplomata módjára nem így cselekszik, lássuk meg, hogy Teleki és Horthy meg hangosan revíziós propagandát indítanak, és azt mondják, hogy kell az élelmiszer, aláírjuk a trianoni békét, persze nem ők írják alá, hanem Strómanok, akkor láthatjuk azt, hogy milyen ellentmondások feszülnek ugye a magyar történelem vörös, fehér és azt követő interpretációi között. Az én veszőparipám, hogy nem előre kitalált, megérlelt programok, amelyek az emberek cselekedeteit, a politikusok tetteit vezették, hanem a történelem szédülete, a rögtönzés, az improvizáció. Nagyon benne van ebbe, és benne van ebbe az is, a magyar politika, a magyar történelem krónikus deficitje arról, hogy értelmes ellenzéket hozzon létre. Ha ugyanis Tisza István úgy lép le a történelem színpadáról, hogy van kormányképes ellenzék, mert nem úgy lépett le, ezt mindig elfelejtjük, a szociáldemokraták az utcáról jöttek a bársony székekbe, hogy tudtak volna bármit is arról, de csak ők voltak jelen az utcán, senki más nem volt. Senki más nem vállalta október 31-én maga. Tisza is ezt mondta, maga András is ott volt, ugye? A nagy német barát, aki a német szövetséget ugye megszakítja. És ugyanez van március 21-én is. Károly is odadobja a gyeplőt. Nem jobban, mint mondjuk a korábbi magyar elit neki.
Mivel nincsen igazi kormányképes alternatíva, kiknek a kezébe kerülnek? Gyakorlatlanoknak, mondhatjuk úgy is, csirkefogóknak. Ugye ezt nagyon gyakran hallottuk, hogy csatorna emberek, külvárosok proletáriai, még ellenkező oldalról ugye mindig Lukács Györgynek a nagy műveltségére szokás hivatkozni. Tehát az én első és legfontosabb állításom az, hogy a proletár diktatúra irányítása az az eseményeké volt. Nem volt itt egy olyan kottáskönyv, vagyis hogy voltak kottáskönyvek, csak nem működtek. Sinkó Ervin már megírta az Optimistákban, hogy Hevesi Gyula, alias Stein elvtárs elővette a szocializásról szóló, az ipari üzemek államosításáról szóló rendeleteket, azonnal ki is adták őket, csak éppen a termelés állt le. Mindenki saját magának termelt. A munkás, amikor uralkodó osztály lett, nem úgy viselkedett, hogy akkor többet termel, és a marxi teória szerint, hanem úgy viselkedett, hogy nem dolgozott, nem járt be. Nem ihatott, de legalább trécselhetett. Egész egyszerűen minden ott azt jegyzik föl, van egy csomó mentőkörülmény, nyersanyaghiány, háborús helyzet, hogy a munkások nem dolgoznak. De miért? Hát mert minden munkás arra vágyik, hogy ő is, amit az angol úgy mondta, hogy leisure class, szabadidővel rendelkezzék, korlátlan szabadidővel rendelkezzék. Tehát nem működnek a forgatókönyvek. Miért nem működik a vidék megnyerése? Mert nincs iparcikk, amit a vidéken rejtegetett élelmiszerért tudnának adni, ezért van a pénzhamisítás. A magyar paraszt meg mindig józan volt, és mindig az önérdekét nézte. Én ugye paraszti vadék vagyok, tehát megengedhetem ezt magamnak. Nem adta oda az élelmiszerét, a kövér disznók szétnyomják az ólakat, és ugye tejjel etetik őket, miközben Pesten kiéheztetik ezt a gyönyörű proletárvárost, valójában így volt. És ugye Kassák Lajosék szobor kiállítása, amin ilyen görcsbeálló avantgárd szobrok voltak, valaki oda tette a cetlit, hogy a Gersli áldozata. Tehát, hogy ugye igazából hús nélkül még a valóban kubistává torzul a legjobb művészet is. Események. Testületek. A testületekből azt gondolom, hogy majd Bödök Gergely bőven fog beszélni, látjuk, hogy rengeteg testület van. Itt van mindjárt a forradalmi kormányzó tanács, amit leginkább ismerünk, ugye a népbiztosokból áll. Itt van a tanácsok országgyűlése, ami egyfajta parlament, egyszer hívták össze, 9 napig tartott. Annak nyomán, a tanácsköztársaság alkotmánya nyomán született meg a Szövetséges Központi Intéző Bizottság. Ott vannak a forradalmi törvényszékek, ott van, amit talán a legkevésbé ismerünk, bár sok forrás ismer, a politikai megbízottak, akik a lehető legkülönbözőbb neveken fordulnak elő, a lehető legkülönbözőbb megbízó levelekkel, sokszor népbiztosnak nevezik őket, és ugye egy áprilisi kormányzó tanácson ki is nyilvánítják, hogy csak a kormányzó tanács tagjai nevezhetik magukat népbiztosoknak. És aztán ott vannak az önállósuló terrorkülönítmények, a Lenin fiúk, ott vannak a helyi direktóriumok, amelyek néha egész egyszerűen szabotálják azt, ami a központból érkezik. Kevesen tudják, pedig szintén a Horthy rendszer történetírása tárta fel, hogy református falvakban a munkástanács és a presbitérium nagyon gyakran egybeesett. Egész egyszerűen egybeesett, és ezért például megvédték azt, hogy a proletár házakat szocializálják. És akkor itt van Budapest forradalmi központi munkás és katonatanácsa, az 500-as bizottság, és annak a 80-as intézőbizottság, és annak az 5 tagú elnöksége. Itt vannak a személyek, sorolhatnám már, Kun Bélától elkezdve Böhm Vilmosig, Landler Jenőtől, akár olyan később a NATO-ban elért, karriert elért világhírű tudósig, mint Kármán Mórig, aki ugye a rakéta technológia egyik kiváló embere volt, és már hiába volt ő a közoktatásügyi népbiztosságon főosztályvezető, azon ügyködött, hogy egy önálló légügyi minisztériuma legyen Magyarországnak, népbiztosság neve alatt. Itt van aztán az alkotmány,
meglepően sokat törvénykeztek a maguk módján a kommunista elvtársak, ideglenes alkotmány április 2-án, majd az elsősorban egyébként a választás szabályait mondja el, majd a Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság alkotmánya, amit a tanácsok országos gyűlése fogadott el, ugye a parlamentben június 22-én és 23-án. Nota bene, még választási legitimitása is volt, ha lehet annak nevezni, a tanácsköztársaságnak. Tanácsválasztásokat rendeztek április 7-én és 8-án, néhány helyen, például Hontvár megyében már előző nap is. Képzelhetjük azt a választást, ahol a választási szabályokat 3 nappal a választás előtt tisztázzák. Tehát április 4-én fogadta el a forradalmi kormányzó tanács, 3 tagú ezzel megbízott vezetősége ezt. Budapesten 500 000 ember szavazott, a felnőtt lakosság 2/3, falvakban viszont csak 1/3 volt a részvétel. A nők, akikre nagyon számoltak, ugye a tanácsköztársaság a női emancipációt meghirdette, de ugye csupa férfi volt a kormányzó tanácsban, és ugye még júniusban is hosszan vitatkoztak a Szövetséges Központi Intéző Bizottság ülésén, hogy a szesztilalmat az csak, hát a nők az csak 1/2 liter bort kapjanak, mert úgyis odaadnák a másik felét az uruknak. Úgyhogy voltak olyan falvak, ahol azért nem szavaztak az asszonyok, mert a munkástanács vagy a direktórum tagjai azt mondták, hogy asszony, te otthon maradsz, ne szólj bele férfi elvtársak dolgába. Tehát azért mondom azt, hogy nem egy monolit diktatúra volt. Egyáltalán nem az volt, mint amit mondjuk a Kádár korszak korai időszakában, vagy a Rákosi korszakban tudunk. Ha előkép is, nem az volt. Egyáltalán nem az volt. Anarchikus volt, véres volt, és szerintem komikus. Nem pártállom. Landel Jenő 19. április 15-én mondta azt, hogy a proletáriátus megunta a pártközi szeretkezést. Elképzeljük Landel Jenőt, amint ezt mondja a maga korpulens alkatában. És azt is lát, hogy azonnal megszűntek a pártok, főképp a Kommunisták Magyarországi Pártja, és láthatjuk, hogy elnevezésekben ugye a valószínűleg november 24-e, több dátum van, 18 novemberében alapult Kommunisták Magyarországi Pártja, és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, amely 30 éves pártalakulat volt, abból létrejön március 21-én este a Magyarországi Szocialista Párt, majd a pártkongresszuson 1919. június 12-13 egy keserű kompromisszum végén ez a hosszú nevű szörnyeteg a Szocialista Kommunista Munkások Magyarországi Pártja. A Szociáldemokrata Párt egyébként 1919. augusztus 24-én újjáalakul, és határozatként fogadja el, hogy mindazok, akik részt vettek a puccsal hatalomra jutott diktatúrában, azok nem vehetnek részt a párt vezetésében. Tehát az egyik első hivatalos testület, amely kimondta azt, hogy puccs történt, az nem egy jobboldali szervezet volt, hanem a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, ami maga is tagja volt ugye ennek a hatalmi alakulatnak. Külön szeretném jelezni, hogy azért ez egy Budapest központú történet volt, de az ne jusson az eszünkbe, hogy nem lett volna a vidéken jelen. Kezembe akadt itt pontosan a budapesti fővárosi levéltárban egy irat arról, hogy március 26-án megjelent a házassági rendelet tévedésből, a Népszava közölte, hogy az első napokban még a napilapok közölték a rendeletet, ami arról szólt, hogyha két ember kinyilvánítja a házasságát, ha bizonyítják, hogy 1 év óta együtt éltek, akkor tekintet nélkül létrejön egy új házasság, annak ellenére, hogy esetleg mind a ketten korábban házasok voltak, és annak ellenére, hogy esetleg a jelenlegi házastársuk erről tudna. Gyorsan visszavonták ezt a rendeletet, de mezőtúron 6 színmagyar házaspár, vagy pár jelentkezett ez alapján, hogy ők bizony szeretnének házasodni. Gondoljunk meg az akkori kommunikációs lehetőségeket, telefon, távirat, stb., hogy voltak azért népszerű rendelkezések a tanácsköztársaságban. Például a házassági rendelet erről szólt, mezőtúron a színmagyar
városban, ezt, ahol egyébként alig egy hónapig tartott ugye a proletár diktatúra. Ezzel azt a zárójelet bezárom, tehát hogy ugye el szokott hangozni, hogy ez egy teljesen budapesti ügy lett volna, és a vidéket meg sem érintette, ez egyáltalán nem igaz. Sőt, ha a proletár diktatúrának volt igazi társadalmi bázisa, az pontosan a Tiszántúl. A Tiszántúl szemben mondjuk a Duna-Tisza közével, ennek társadalmi okai is vannak, főleg az azóta eltűnt magyar parasztság társadalmi megosztása alapján. De a lényeg az, hogy a budapesti munkástanácsnak volt sorsdöntő szerepe abban, hogy hogyan gyakorolták a hatalmat. A budapesti munkástanács volt az, amely március 21-én szentesítette a két párt fúzióját, és létrehozta gyakorlatilag a proletár diktatúrát. Május 2-án, amikor a románok szinte Szolnoknál álltak, amikor gyakorlatilag Kumbéla, hiába volt vörös május, tehetetlenül fetrengett a Hungária szálló díványán, legalábbis így látta Károlyi Mihály. Szóval május 2-án pont itt a budapesti munkástanácson sikerül áttörést elérni, és a szakszervezetek vezetőit meggyőzni arról, hogy menjenek ki a gyárakban és toborozzanak, és valóban másfél hét, 10 nap alatt egy 100 000-es nagyságrendű hadsereg jön létre. És augusztus 1-én egy alig egy órás utolsó ülésen a budapesti munkástanács gyakorlatilag likvidálja a proletár diktatúrát, és a munkástanács az, ami a Pejdő kormánynak, Pejdő Gyula elég rövid 6 napot megélt kormányának felhatalmazást ad. Forradalmi kormányzó tanácsnak korabeli képe, itt még Kumbéla kopasz, ugye a február 21-i megveretés után. És láthatjuk, hogy itt Imre Magda könyvéből idézek, hogy mennyi fajta népbiztosság volt. Igazából erről lehet beszélni, és gondolom Bödök Gergely fog is beszélni, hogy ez nagyon gyakran változott, gyakorlatilag követhetetlenül. Azt is lehet jelezni, hogy ha nem, tehát Kumbéla nem volt a magyar Sztálin, sőt a magyar Lenin sem volt, de meghatározó szerepe volt az irányításban. Összesen 39 népbiztos fordult meg a 133 nap alatt, köztük például Ládai István, aki mondom, fagylaltal, csirkével nyerte meg Kumbéla bizalmát, hogy igazságügyi helyettes népbiztos legyen. Említettem, hogy különböző statisztikai számításokkal kiket teszünk be. Valóban a forradalmi kormányzó tanács vezetésének a nagy része zsidó származású volt, de ennél szerintem sokkal fontosabb az, hogy fiatalok voltak. Fiatalok voltak, az átlag is 41 év volt, de hogyha egyen lejjebbi szintekre megyünk, és a hatalomgyakorlás valóságos szintereit megnézzük, akkor ezt nyugodtan 20-30 évre tehetjük. Ugye, se szeri, se szám azoknak a beszámolóknak, amelyek kommunista agrárellenzék részéről fogalmazódnak meg, hogy itt taknyos kölykök ülnek be a kastélyokba, parancsolgatnak, viszik el a benzint az aratás időszakában, és a többi, és a többi. És azt is látni kell, hogy végig megmarad a kommunista szocdem törésvonal a márciustól augusztusig terjedő időszakban, sőt végig megmarad az egymást kiszorítósdi játék. Valamiképpen a szocdemek nagyon hamar úgy fogják fel ezt a történetet, hogy itt valami végzetesen hibásat követtek el. Tehát, hogy nem kellett volna összefeküdniük a kommunistáknak. Már májusban, sőt április végén megindulnak a tárgyalások az Antant képviselőivel, szakszervezetek részéről, és láthatjuk, hogy a pártkongresszuson, ennek igen hiányos a forrásbázisa, gyakorlatilag kiszavazzák a kommunistákat, amikor létrehozzák az egységes pártvezetést, mire örjöngve mondja Kumbéla, hogy hát akkor ők szabadon engedik a proletár haragot, és Kunfi Zsigmondot gyakorlatilag lelövéssel fenyegeti.
és aztán végül is meghátrálnak a szocdemek, de végső soron Böhm Vilmos, a hadsereg parancsnok, júliusban már úgy megy el Bécsbe, hogy nyílt titok, hogy a felváltásról gondoskodjon. Tehát végig jelen van az, hogy ez egy teljesen ideglenes valami, ez az irányításnak a struktúrája, az irányításnak a személyi konzekvenciája. Szamueli Tibor nem véletlenül repül el Moszkvába, akkor egy időre kivonják a forgalomból, ugye alig egy hónapi tevékenység miatt. Végső soron néhány ember, és köztük Kun Béla az, akinek a folyamatossága a vezetésben ott van. Kun Bélának, aki maga is egy picit véletlenül kerül bele ebbe az egész történetbe, ismeretes Garami Ernőnek, a szociáldemokrácia igazi százdelei tekintélyének a visszaemlékezése, amikor útlevelet kért tőle, mert ő aztán tényleg nem akart ebbe az egészbe részt venni, akkor azt mondta, hogy lássa, Garami elvtárs, alakulhatott volna ez másképp is, hogyha én annak idején bekerülök a Népszava szerkesztésébe. Ugye, hogy a frusztráció, az mekkora hatalmas hajtóerő, ott van az ország élén, élet és halál ura, és arra emlékszik, hogy nem vették be a Népszava szerkesztőségébe. Elég hihető a sztori, mert mások is megerősítik. Akit elfelejtünk, Garaba és Sándor, az örökös Stróman, aki majdnem öngyilkos lesz a májusi döntő napokban, és akit ugye pontosan azért, erről sem lehetett beszélni, ezért sem adták ki a dolgokat. Ugye Kun Béla az Erzsébet körúti párthelyiségben azt mondta, hogy hát Garaba és Sándor, szép derék keresztény ember, az Isten is elnöknek teremtette, így került a proletár diktatúra élére. De nehogy azt gondoljuk, hogy ő valami buta, felkészületlen valaki lett volna. Nagyon is tekintélyes vezető volt, egy nagyon jó szervező. A magyar építőmunkások szakszervezetének évtizedek óta tekintélyes vezére. Őt is teljesen tacsra tette ez a történet, bár Kun Bélától és a Szovjetunióba kerültektől eltérően ő ágyban párnák között halhatott meg 1947-ben. Itt van Lukács György. Egy teljesen valószínűtlen történet. A nagypolgárság, a zsidó nagypolgárság sem került be a forradalomba. Gyakorlatilag senki, kívül Lukács Györgyöt. Ma Lukács György 19-es szerepe körül is szerintem gumicsontokat rágcsálunk vagy dobálgatunk, például a proszolitizedeltetés történetét. Na most ez egy olyan történet, amelyet lehet szeretni vagy nem szeretni, pontosan sajnos nem tudjuk, hogy egyáltalán megtörtént-e, mert nem kerültek elő a halotti anyakönyvek, nem kerültek elő a holttestek, nagy valószínűséggel egy ilyen parancs valamilyen formában elhangzott. Lukács György ezzel aztán később, 50 évvel később is szeretett hencegni. De mi történt? A pesti vörösőrök gyáván megfutamodtak, és elfelejtjük, hogy a székely hadosztálynak egy nem jelentéktelen része Kratochvillal együtt nem tette le a románok előtt a fegyvert, hanem végigharcolta. Például az a Verbőci Kálmán, aki az egész székely hadosztály magját létrehozta Kolozsváron, a kolozsvári nemzetőrségből, aki csúcsát védte, aki köröstárkányt védte, Verbőci Kálmán székelyeit hagyták cserben azok a pesti vörösőrök, akiket Lukács állítólagosan megtizedeltetett. Verbőci Kálmánnak még 1965-ben is ír Lukács György a barátság legmelegebb hangján, miközben ugye Kun Béláról azt mondta, hogy kutyának kutya halál. Valószínűtlen történet, ugye arról szól, hogy itt van a világforradalomba hívő kommunista, és ott van az igazi magyar katona, a legjobb magyar céllövő, az egyik székely, a másik ugye budapesti bankár zsidó családból származik, aki keresztelkedett is, és életük végéig barátok maradnak ebben a történetben. Meg lehet ezt írni ebbe a formában? Természetesen nem. Úgy kell megírni, hogy Lukács elvtárs kicsit tévedett, vagy úgy kell megírni, hogy itt van a zsidó-kommunista Lukács, aki tizedeltetett. De nem a székelyeket tizedeltette, pontosan nem. És ugye hát azt sem lehet megírni, hogy Horthy Miklós egyik első feladata volt, hogy azt a Verbőci különítményt, amely Miskolctól keresztül vágta magát a románokon, és Sopronig elvitte a székely hadosztály maradékát. Majd nem engedte, hogy a románok bevonuljanak Sopronba Győrből, azt Hajmáskére internálta. De tele vagyunk családi, egyéni
és nemzeti történelmünkben is, elhallgatásokkal. Fehér lovon, nem csak Horthy Miklós közlekedett, bár az látszik, hogy ő sokkal fessebben festett a fehér lovon, mint Böhm Vilmos, ugye az egykori villanyszerelő, aki azonban jól választotta ki az embereit és a tisztjeit, ellentétben Samueli Tiborral, akit itt Leninnel látjuk. Én azt gondolom, hogy az ő szerepe kicsit túl van értékelve. Nem volt ő olyan fontos, ő akkor is inkább már szimbólum volt, és valóban egy több száz fő, de legalábbis száz fő meggyilkolásáért, brutális meggyilkolásáért felelős, tömeggyilkos ember, és tök mindegy, hogy szerette a málna szörpöt és gyerekeknek a Balatonon tábort nyitott. Ez azonban nem jelenti azt, hogy őt gyakorlatilag, ahol lehetett, visszavonták a frontvonalból, és pontosan az, hogy el tudta követni ezeket a dolgait, ezek nem azt jelzik, hogy ez a tanácsköztársaság úgy működött volna, mint egy rendkívül jól megolajozott gépezet, hanem éppen úgy, hogy elég anarchikusan működött, hogy ilyen hát gyakorlatilag borzalmas személyiségű emberek is érvényesülni tudtak. Corvinotto egy másik tészta, és nem közlöm itt a fényképét testvérének, Kelen Józsefnek, aki a szociális termelésért felelős népbiztosságon dolgozott, és akit a Horthy rendszer nem végzett ki, hanem elkerült, és Stalin végezte ki. Kevesen tudják, hogy ki járt érte közben, mert egy jó fizikus volt. Maga személyesen Albert Einstein. Albert Einstein 1921-ben levelet írt azért, hogy ezt a kiváló mérnököt, Kelen Józsefet szabadítsák ki. Itt vannak a kiradírozott szocdemek, Kunfi Zsigmond, aki hát egy nagyon érdekes, meghasonlott identitással csinálja végig ezt a dolgot. Bokányi Dezső, aki ugye aki valószínűleg túl öreg volt, és ezért kompenzált, és gyakorlatilag kommunista lett. És itt látjuk néhány nappal a lelőlegte kutya történet után Kun Bélát, ahogy oda nevet Kunfi Zsigmondra, és ott látjuk a szocialista íróból hadügyi népbiztossá avanzsált Pogány Józsefet. Az is egy nagyon érdekes sztori, hogy április 3-án nem egyszerűen átalakul a népbiztosság, hanem Pogány Józsefet kommunista katonák nagy valószínűséggel, de dokumentum hiányában kideríthetetlenül, valószínűleg Kun Béla akarta meglincseltetni, ez nem sikerült. Böhm Vilmos is kapott néhány pofont, és akkor újra rendezték úgymond a felzavart vagy a megzavart sorokat. Pogány József egyébként végig, ugye, bemutatták a darabját is, egy nagyon tehetséges, bár nagyon romlott újságíró volt, azzal fejezte be az idejét, hogy a Balatonon színdarabokat rendezett Siófokon, ott volt az udvarában Kosztolányi Dezső, ott volt Karinthy Frigyes, és természetesen vékony, karcsú színésznők is, és ahogy Füst Milán megjegyzi, süket volt, mint a párzó állatok, két nappal a bukás előtt sem tudta még, hogy mi következik. Ővele is Stalin végzett, miután megjárta az amerikai kommunista pártot is. És akkor itt van Landler Jenő, aki szintén egy érdekes tészta ügyvéd abban a rendszerben, ami az ügyvédeket teljesen eliminálni akarta. És egy igazi dörzsölt ember, vasutas volt, a vasutasság akkor a legfontosabb ipari ágazat volt, és állami ágazat volt. Landler Jenő egészen 1919. júliusáig a Magyar Államvasutak élén meghagyja Vázsonyi Jenőt. Azt a Vázsonyi Jenőt, aki még a Tisza kormány nevez ki a MÁV élére, nem talán az Eszterházi kormány, és akit meghagy ugye Károlyi Mihály is. Tehát vannak itt nagyon érdekes folytonosságok abban, hogy hogy működött és hogy nem működött ez a rendszer, és jobb szélen egyébként azzal a vörös szallaggal Kerekes Józsefet látjuk. Nagyon sok szó esik ma, vagy manapság Kratochvéről, pedig ez a rövid korszak, az előbb egy pillanatra feltűnt Stromfeld Aurélis, tényleg bővelkedett katonai tehetségekben, és ez nem Kratochvil volt, hanem az említett Verbőci Kálmán,
az itt lévő, aki a térképet magyarázza, Miskolc felszabadítója, Kerekes József alezredes, vagy éppen az utolsó magyar háborút megnyerő hadvezér, Stromfeld Aurél. Úgyhogy én itt most le is zárnám, mert már így is túl sokat beszéltem, azzal, hogy a 39 népbiztoson kívül ismertethetném Pór Ernőnek, akinek az életútját, akinek aktatáskájában ott volt a világ összes kommunista és szocialista pártjának a pecsétje, és ezt nevezte ő nemzetközi titkárságnak, Rabinovics Józsefről, aki ugye állítólagosan agitátoroknak csak zsidókat szeretett volna, mivel hogy ők nekik nincsen úgymond nemzeti gyökerük, és így tudják hitelesen a világforradalmat képezni. Nem beszélek róluk, és azzal zárom, hogy ez a Rabinovics történet, amit a Garbai Sándor kéziratos emlékiratában olvastam, rávilágít arra, hogy mennyire gyenge a történelmi megismerés. Nagyon sok kiváló munka született ugyanis a Tanácsköztársaság propagandájáról, az agitátorokról, és egyikben sem szerepel, vagy csak mellékesen Rabinovics József szerepe. Pontosan azért, mert a dokumentumokban, ugye egy igen jelentős iratpusztulásról is szó van, azok a szervezetek, igen bőven voltak propaganda szervezetek, de nem jelenik meg az ő neve. Viszont pontosan Garbai Sándor által jelzett konfliktus, és annak van mondjuk egy pandantja, egy rövid, töredékes emlékezés Rabinovics Józsefről, bemutatja azt, hogy megírhatjuk itt a propaganda szervezetek történetét a rendelkezésre álló levéltári források alapján, csak éppen beleeshetünk egy hatalmas tévedésbe, mert hogy hiába voltak részletes szabályozások arról, hogy hogy működik az agitátoriskola, ugye Varja Sándor vezetésével, vagy éppen Szabados Sándoréval, kiderül nagy valószínűséggel, hogy ezt informálisan az Egyesített Pártitkárságról irányították, Farkas István, a szocdemek, és Rabinovics József, a kommunisták részéről. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és azt szeretném mondani, hogy még gyermekeink is ezt a történetet fogják emészteni. Jó estét kívánok! Nagyon hálátlan szerep Hatos Pál után megszólalni, de megpróbálok. Már este óta készülök arra, hogy mit fogok mondani. Úgyhogy még most sem jutottam igazán valami komoly indító mondathoz, de inkább belevágok valahol a közepébe. Sok mindennel egyetértek, amit Hatos Pál az előbb mondott. Én magam is azt gondolom, hogy a Magyarországi Tanácsköztársaság története nem egy monolit történet, bár szokás volt a Horthy korszakban is, meg azt követően is egy egységes rasszista bűntörténetként, vagy egy nagyon pozitív történetként bemutatni, hanem ebben nagyon sokféle változó van, bizonyos értelemben talán rögtönzések színjátékának is nevezhető, de szerintem legalább ilyen mértékben találó az, hogyha egy válságmenedzselési, szinte permanens válságmenedzselési kísérletnek fogjuk föl, az elejétől lényegében a végig, amelyben voltak jobb és rosszabb időszakok is. Készítettem egy összevetést, amelyben megpróbálom a tanácsköztársaság rendszerét, azt a korábbi rendszerrel összehasonlítani, bizonyos fogalmakat párba állítottam, hogy mi az, ami megváltozik, mi az, ami új jelentéssel telítődik. Tudjuk jól, hogy a fogalmaknak, azoknak politikai jelentése is van, sok fogalomnak, és sok esetben egyfajta rendszert is jelölnek. Ugye korábban köztársaságról, vagy Károly alatt népköztársaságról beszélünk. A tanácsköztársaság kifejezése saját magára az proletár diktatúra, magyarországi tanácsköztársaság, itt ugye hangsúlyos jelző van a Magyarországin, tehát egy nemzetközi rendszer állomásának tartják ezt a magyar tanácsköztársaságot, nevezik kommünnek, nevezik tanácskormánynak is. Amíg a Károly-féle időszak egy köztársasági forma magyarországi, első magyarországi meghonosítását tűzte ki célul, a tanácsköztársaság vállaltan egy proletár diktatúrát
honosított meg Magyarországon, és a korábbi kulturális, társadalmi és politikai rendszer gyökeres, mélyreható és nagyon gyors megváltoztatásának az igényével lépett fel. Amit a korábbi rendszer végrehajtó hatalmátnak birtokosait ugye minisztereknek nevezték, itt népbiztosok működnek a tanácsköztársaság rendszerében. A kormányfő az ugye miniszterelnök, itt a forradalmi kormányzó tanács elnökeként jelenik meg, aki Garbai Sándor, akiről Hatos Pál már beszélt. Magát a kormányt is pedig forradalmi kormányzó tanácsnak nevezték, itt is a szavaknak külön-külön is van jelentése. Magyarországgyűlés ebben az időszakban lényegében nem működött, hanem ezt a szerepet a tanácsok országos gyűlése töltötte be, június 14-től majdnem 10 napon át, június 23-áig ülésezett. Tudjuk jól, hogy a régi közigazgatási szerveket azt feloszlatták, helyükre pedig direktóriumokat állítottak, a képviselőtestületek helyére különféle munkás, paraszt vagy földműves időnként igyek meg, és katonatanácsok alakultak. A fővárosi önkormányzat így önmagában ezen a néven nem működött, tökéletesen nem ugyanez volt a funkciója, de budapesti munkástanács az valami nagyon hasonló volt. Legutóbb, vagy talán az első aláadáson ebben az őszi sorozatban volt szó a forradalmi törvényszékek működéséről, ezek a régi magyar esküdtbíróságot váltották föl. Ami még új fogalom, ugye a Károly-féle kormányzatban ott volt a függetlenségi és 48-as Károly-féle párt, a szociáldemokraták és a Jászi Oszkár-féle polgári radikális párt. Ez most nincsen, ez vállaltan egy állampárt igényével lép föl, amely két pártból áll, ez március 26-ától már így működik, Magyarországi Szocialista Párt, a Kommunisták Magyarországi Pártja és a Magyar Szociáldemokrata párt egyesüléséből. A rendőrség és a csendőrség is megszűnik. Az új rendszerben, a tanácsköztársaság rendszerében vörös őrségről beszélünk, amelyben régi csendőrök és rendőrök is részt vesznek, de vannak besorozott munkások és vannak leszerelt katonák is tagjai között. Éppen azért, mert ezeknek a megbízhatóságához komoly kérdőjeleket fűztek, és nagyrészt okkal. A Magyar Honvédség új néven fut tovább, ugye sok mindenre a vörös jelzőt aggatják, vörös hadsereg néven fut. Ami egészen új, és ez a tanácsköztársaság egyik komoly profilját mutatja, az állami szintre emelt erőszakot, ezek a korábbi terrorcsapatok, korábban ismeretlen terrorcsapatok és különítményeseknek az alkalmazása, amelyeknek a száma meghaladja 200-at, de elérheti akár a 30 darabot is. És korábban nem volt szocializálás, államosítás vagy köztulajdonba vétel, ez is a tanácsköztársaság rendszeréhez nagyon komolyan, szerves módon hozzátartozott. Ugyanakkor mindkét rendszer, Károlyi rendszere is, és a tanácsköztársaság is, a korábbi nagyon korlátozott választójogi rendszert ezt megváltoztatni akarta. Károlynak erre nem volt lehetősége, tehát választásokat nem tudtak lebonyolítani, de a tanácsköztársaság alatt igen, hogy hogyan és miként és mi volt ez a választás, és mi volt a választójog, az új választójog, erről még fogok beszélni. Még egy pillantást vessenek a fogalmakra, itt több esetben csak meglévő tartalmak új elnevezést kapnak, de bizonyos esetben ezek új jelentéssel is, új funkcióval és új jelentéssel is telítődnek. A tanácsrendszer, mint annyi minden a Magyarországi Tanácsköztársaság alatt, bár nem teljesen minden, de azért sok minden, szovjet mintára jött létre. Az első, lényegében az első tanácsok, vagy az első szovjetek 1905 és 1907 között jöttek létre. Az első 1905-ben az Ivanovo-Voznyeszenszki textilipari sztrájk vezetésére alakult, azt többen átvették a példát, de nem tudott elterjedni. A bolsevik ideológiában, a bolsevik elképzelésben, amelynek egyik fontos eleme volt az osztályharc, ebben a tanácsoknak nagyon komoly szerepe van a cárizmus elleni forradalmi harcban, ahol is szervező, irányító testületként funkcionálnak. Tudjuk, hogy ez nem ment könnyen Szovjet-Oroszországban sem. Az 1917-es februári forradalomban az ideiglenes kormány még mensevik és eszer többségű. Ez ugye a számüzetésből vagy emigráciából hazatérő Lenin számára elfogadhatatlan volt, aki azt mondta, minden hatalmat a szovjeteknek, semmi támogatást az ideiglenes kormánynak. Az 1917 novemberi puccsot követően már az új pártállamnak a szervezeti alapjai lesznek ezek a szovjetek vagy tanácsok. Erre látnak rá, ebben szocializálódnak az egykori magyar hadifoglyok is, például Kumbira is 1916-ban keleti fronton esik fogságba, különféle ideológiai képzőket végeznek el, tagjai lesznek a bolsevik párt magyar tagozatának,
Oroszországban, majd megalakítják a kommunisták magyarországi pártját, és ezt a szovjet mintát, ezt a tanácsokra alapozott mintát hozzák azután haza Magyarországra is. Hogyan működik ez a tanácsrendszer? Az 50-es években több tanulmány is foglalkozik vele, a 70-es, 80-as években a tanácsköztárságról szóló vaskosabb munkákban még a rendszer jellegéről és működéséről vannak leírások, de az az utóbbi évtizedekben ez nagyon kevés figyelmet kapott. Biztos azért, mert nem is túlságosan érdekes. Másrészt azért is azt gondolom, mert ez az egész tanácsköztársaság nagyon-nagyon rövid ideig tartott. Harmadrészt pedig azért, mert rengeteg minden volt itt rögtönzés, és nem betű szerint működtek ezek tehát nem a paragrafusok és a törvényszövegek szerint működött a tanácsköztársaság. Lokális szinten nagyon sok eltérés tapasztalható a rendeletdömping ellenére. Ahogy mondtam, a magyar tanácsrendszert a régi közigazgatási és önkormányzati szervek romjain hozzák létre. Alapszinttől felfelé indul, alul községi, járási, városi, vármegyei szinten tanácsokat hoznak létre. Ezek kollektív irányító testületek voltak. A képviselőtestületek és a törvényhatósági bizottságok, ezek lényegében az új rendszerben már munkás, katona, paraszt vagy földműves tanácsoknak felelnek meg, élükön 3-5 tagú direktóriummal, tehát ezekben is vannak eltérések. Az új végrehajtószerv az új rendszerben, az intézőbizottságok. Majd megpróbálom elmagyarázni, hogy hogyan működik ez a törvényhozás folyamat egy következő ábrán, de lényeg az, hogy nem, hogy egy pártlista van, ez mindenképp újdonság. A falusi és a városi tanácsokat ezeket közvetlenül választják, mégpedig úgy, hogy először járási tanácsokat, tehát először a falvakban megválasztják, inkább tovább ugrok, és így mutatom. A falvakban a következő módon választják a tanácsokat. Minden 100 lakos után egy delegát érkezik a falu vezetőségében. Ezeknek a létszáma törvény szerint nem haladhatja meg az 50 főt. Fontos azt is kiemelnem, hogy a régi közigazgatási elnevezéseket meghagyták. Tehát a falu az falu maradhatott, a város város. Abban az esetben minden település falunak számított, ha a lakosainak a száma nem haladta meg a 6000 főt. És akkor is, ha a régi rendszerben nem volt város, de 25 ezer főnél több lakosa volt, akkor azt a tanácsköztársaság alatt városnak tekintették. Tehát a falusi tanácsokról volt szó. Városi tanácsoknál már 500 fő után lett egy delegált tanácsnak, ezeknek a létszáma legfeljebb 300 fő lehetett. A budapesti kerületekben szintén 500 fő után lett egy delegált. Mi helyzet a járásokkal? A járási tanácsokban részint a községek, tehát a falvak, és részint pedig a járás alá tartozó városok küldöttei küldtek egy delegáltat. Ezek itt már a kvóta az 1000 fő volt, tehát 1000 fő után egy lakos, egy delegált került be döntéshozó pozícióba. Ezeknek a létszáma maximum 60 fő lehetett, de járási szinten kínosan ügyeltek arra, hogy ha több, a városi lakosság több delegáltat is küldhetne, akkor is a létszámok legfeljebb 50%-a lehet a járási tanácsnak, pont azért, hogy a falusi lakosságnak a minimálisan az egyenrangúságát az biztosítani lehessen. A megyei tanácsokhoz pedig 5000 lakos után delegáltak egyet, ezeknek a létszám 300 fő lehetett. Az egésznek a fején, az egésznek a tetején volt a tanácsok országos gyűlése, ahol már 50000 lakos után volt egy delegált. Még egy pillanatra visszaugranék. Itt, ahol látható tehát, hogy alulról felülre a községi tanácsokból alakul majd a vármegyei, először a járási, csak innen volt olyan ábra a járási tanácsok, majd ezekből a vármegyei tanácsok, az egész tetején a tanácsok országos gyűlése. Külön itt igazából nincs kapcsolat a budapesti munkástanács és a tanácsok országos gyűlése között, tehát onnan delegáltak nem mennek. Ez lényegében a fővárosi önkormányzatnak felel meg, ahogy már említettem is. A választójog. A tanácsköztársaság egy új választójogot vezetett be, és itt röviden kitérnék arra, hogy a dualizmusnak nagyon sokféle lágfenéje volt. Volt nemzetiségi kérdés, volt gentri kérdés, volt zsidó kérdés, de az egyik a választójogi kérdés is volt. A dualizmus alatt lényegében néhány momentumot emeltnék csak ki. 413 képviselőt választottak az 1874-es választójogi törvény szerint. Ennek volt egy cenzusos része, amely részben vagyonhoz, részben pedig végzettséghez, vagy legalábbis értelmiségi pályához kötötte a választó jogosultságot.
A választás rendszere nyílt volt, és összességében a lakosság, az összlakosság 6-7%-a volt választó a dualizmus alatt. A népköztársaság alatt Károlyék ehhez hozzányúltak, az 1919, 26. és 25. évi néptörvény foglalkozik a választójoggal. Fontos tudni, hogy erre nem kerül sor, ezt áprilisban tűzték volna ki, de addigra Károly már lemondott. Ez a választójoggal felruházta a 21 éve felüli férfiakat, amelyében legalább 6 éve már magyar állampolgárok voltak, és a 24 éve felüli nőket, hogyha szintén 6 éve állampolgárok voltak, illetve bármely hazai nyelven írni vagy olvasni tudtak. Ez a választás titkos lett volna, és a választásra jogosultak száma megduplázódott volna több mint 10-szeresére nőtt volna, több mint 9 millió főre, ami az összlakosság 50%-át alkotta volna, április 13-ára tervezték, de eddigre Károly lemondott. A tanácsköztársaság alatt szintén hozzányúlnak a választójoghoz, ahol minden 18 évnél idősebb férfi és nő megkapja a választójogot, kivéve, és ez egy fontos distinkció, kivéve idézőesen a korábbi kizsákmányolókat, amiben korábbi elitet, a politikai vezetést, papságot, földbirtokosokat, arisztokratákat számítottak. Tehát kis túlzásra az jelentető ki, hogy aki eddig választó volt, az most nem választhatott, és akik eddig nem választhattak, azok mind választók lehettek. A szavazási mód az titkos lett volna, illetve papíron titkos volt, valójában egyébként nem teljesen így volt, és itt volt már egy distinkció, ugyanis a szovjet alkotmányban, tehát nem volt ez egy tökéletesen szolgai másolás, a szovjet alkotmányban nem volt benne az, hogy titkosan vagy nyíltan kell választani, ezt mindig az adott helyi tanácsokra bízták. Csak egy idézet, a célja az volt ennek az új választójognak, hogy csak a dolgozó népnek adja meg a választójogot, akik társadalmilag hasznos munkát végeznek. És alig burkoltan az volt a cél, hogy a proletariátus hegemóniáját azt biztosítani lehessen. Akiket kizártak ebből a választójogból, ha a konkrét törvényszöveget megnézzük, ahogy említettem, a kizsákmányolók, a burzsóázia tagi vagy burzsujok, azok, akik nyereségszerzés céljából bérmunkásokat alkalmaznak, ez is benne van, a kereskedőket, a munkanélkülieket, a lelkészeket és a szerzeteseket, az elmebetegeket, illetve a gondokság alatt állókat, vagy azokat, akik politikai joguk gyakorlásától bírósági végzés alapján valamilyen bűncselekmény miatt fel vannak függesztve. Itt néhány cikk, amely az új alkotmányról és az új választójogról. Az egyik a Reggeli Újságból van, a másik a, jól emlékszem, a Népszavából választottam. Hírt ad az olvasóknak. Áprilisban tanácsválasztásokra kerül sor, április 7-én és 8-án, bár már március 21-ét követően az első tanácsok spontán létrejönnek vidéken, de többiek az országos választás rendje szerint, ami március 31-én adják ki. Volt egyébként ahol előbb, és volt ahol egyébként később, akár egy-két nappal később zajlottak le a választások. Fontos kiemelni, hogy csak a Magyarországi Szocialista Párt alakíthatott listát, tehát ez ilyen értelemben a választás, mint olyan, ez idézőjesen kell érteni. És ahogy mondtam volt, nem tartották be a titkos szavazást, a fővárosban és a nagyvárosokban titkosan szavaztak, de a falvakban az önben nyíltan. Ez mit jelent? Tehát azt jelenti, hogy az ott szavazott az egykori jegyző, a direktorium vezető, az intézőbizottsági tagok, más proletár delegáltak, hát láthatták, hogy hova szavaz, tehát ilyen értelemben a szavazó parasztot, vagy mezőgazdasági munkást presszionálni is lehetett, és erre többször is volt példa. Országosan több mint 4,5 millió embernek lett szavazati joga, Budapesten több mint 500 000-nak. De mi a helyzet a választásokkal? Budapesten szinte csak nem teljes a részvétel, az új szavazati joggal bírók szinte teljes egészen elmegy szavazni. A városokban a jogosultak többsége, még azon a Szegeden is 35% az összlakosságnak, Szeged összlakosságnak elmegy, ami francia megszállás alatt van. De vidéken, amelyre a tanácsköztársaság a bázisát szerette volna alapítani, 16-20% között marad a részvétel, ami rendkívül alacsony. Ez azt jelenti országos szinten, hogy az választása jogosultaknak több mint a fele megy csak el, vagy több mint a fele távol marad, alig 2 millió fő megy el szavazni, ami magyarázható érdektelenséggel, magyarázható ellenszenvvel is. Tudjuk a statisztikákból, hogy a távol maradók zöme nő, akik vagy nem mertek szavazni, mert azt gondolják, hogy igazából ez nem lehet komoly, hogy ők szavazzanak, vagy nem engedték őket a férjeik, vagy azért nem merték őket szavazni, engedni, mert hogy akkor valószínűleg a választás komolyságát befolyásolná. És voltak olyan helyek, ahol a kizsákmányolókat távol tartották, de ezek közé a középparasztokat is belefoglalták, úgyhogy helyi szinten nem mehettek el szavazni. Tanyás vidékeken egyértelműen érdektelenséggel magyarázhatta a választásról a távol maradás.
Ezeket a delegáltakat, ezeket fél évre választották, és az új megválasztott tanácstagok zöme, ezek ipari munkások voltak, szegény parasztok voltak, kisiparosok, kisgazdák, amennyiben értelmiségek, többnyire tanítók vagy tanárok. Voltak helyek, ahol a választás követően az eredményt felülvizsgálták, és precízen végmentek az eredményen, és ott, ahol valakit polgársággal, vagy polgári háttérrel, vagy nagygazdasággal meg lehetett váltani, azokat a listáról kihúzták. A választásokat követően pedig egy hét múlva kellett a budapesti járási megyei és tanácsok tagjait és a tanácsok országgyűlésének a tagjait megválasztani. Na most a tanácsok országgyűlése, hogy mondtam, alig 10 napig ülésezett, ami lehet, hogy kevés, lehet, hogy sok. A Városi Színházban volt a nagy alakulógyűlése, ez lényegében alkotmányozó nemzetgyűlésnek felelt meg. Fontos, hogy a végig az ülésezés beárnyékolta az északi hadjárat, ami ezzel párhuzamosan zajlott, már elérte a maximumát, de az a két Clemenceau jegyzék is, amit Georges Clemenceau, a Párizsi Békekonferencia elnöke 8-án, majd 12-én Kumbélyáknak küldött, amelyben a területek, az északi hadjárat vagy felvidéki hadjárat által visszafoglalt területek kiürítésére utasított őket, és cserébe ugye megígérte, hogy a Tiszán túlt a román hadsereg kiüríti, illetve Kumbélyáik az első jegyzékben azt is ígérte, hogy meghívást kapnak a Párizsi Békekonferenciára. Ennek a TOGY-nak, ahogy emlegetni szokták, tanácsok országgyűlésének 378 delegáltja volt. Az eredeti napi rendje a külpolitika lett volna, de előbb gazdasági kérdések domináltak, és csak az utolsó napokban foglalkoztak bővebben a külpolitikai kérdésekkel. Ott egy komoly vita alakult ki, a szociáldemokrata kommunista ellentét, ez ebben is tetten érhető volt. Kunfi Zsigmond és a Szociáldemokraták Centruma azt javasolta, hogy fogadják el Georges Clemenceau ultimátumát, de a kommunisták ez ellen sokáig tiltakoztak, főként Pogány József és Samuel Tibor voltak a hangadói annak, hogy ellen kell állni, de végül tapasztalva az, hogy a magyarországi ellenforradalom föllángolt és megduplázódik az ellenforradalmi felkelések száma Magyarországon, végül Kumbélát is ez indította arra, hogy Clemenceau jegyzékét elfogadják, és június végével az északi hadjáratban visszafoglalt területek kiürítését megkezdjék. Volt ennek egy olyan eleme is, hogy új alkotmányt fogadtak el, amely Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársasággá változtatta az országot, legalábbis az elnevezést tekintve, és egy 150 fős úgynevezett Szövetséges Központi Intézőbizottságot választottak, amely a proletári diktatúra erőskező alkalmazásának a folytatására tett hitet, és az lett volna a feladata, hogy lényegében a forradalmi kormányzótanás tagjait megválasztja, ezt másnap egyikmint meg is választotta, és beszámoltassa. Évente kétszer ülésezett volna, de összességében a Szövetséges Központi Intéző Bizottság mindössze háromszor ült össze, mert a rendszer megbukott. Itt a tanácsok első országi gyűléséről két cikket választottam ki. A forradalmi kormányzótanásra tényleg már csak egy mondatot, vagy két mondatot mondanék, mert Hatos Pali nagyon sok mindent elmondott róla. Az én adatom talán egy picit eltérnek. Én 40 fővel találkoztam összesítésben, hogy 40 fő tagja volt összesen. A forradalmi kormányzótanács összetétele három fordulópontban alakult, alapvetően, vagy volt három, a tagjának összetétele háromszor változott, egyszer március 21 és április 3 között, itt 22 fős volt, majd az új idéglenes alkotmánynak megfelelően április 3 és június 24 között már 35 fős volt, és június 24 és augusztus 1-e között 16 fő volt, valójában egyébként 15. A rendszer bukásának a pillanatában 13 fő volt a tanácsköztársaság forradalmi kormányzótanács tagja népbiztosainak a száma. Az április 3 és június 24 közötti időpont azért érdekes, mert ezzel a 35 fővel ez a 20. század magyar történelem, és azt hiszem az egész magyar történelem legnépesebb kormányát alkotó, legnépesebb kormányának ez számított. Az átlag életkorúk, én azzal találkoztam Kerepeszki Róbert számításai alapján, hogy 37 és fél év volt. A legidősebb közülük Nyisztor György volt, aki 50 éves volt, és földművelésügyi népbiztos volt. Az a pozíció azért különösen érdekes, mert amikor arról beszélünk, hogy néha átláthatatlanak a hatalmi viszonyok, és néha nagyon sok az átfedés, akkor földművelésügyi népbiztosból egy időben volt 4 is. Tehát ott, hogy ki milyen rendeleteket adott, ezt nagyon nehéz követni és szétszálazni a hatalmi viszonyokat. A legfiatalabb közülük egyébként 27 évesen Rákosi Mátyás volt, a szociális termelés népbiztosa. Egy dolgot húznék még vastagon alá azzal, amivel Hatos Pál az előadását indította, ez a forradalmi kormányzótanásnak
a zsidósághoz fűződő viszonya, és nagyon érdekes, hogy erről nem beszéltünk össze. Tehát a tegnapi esti telefonbeszélgetéskor ezt nem egyeztettük, hogy ki mit mondjon, kevés legyen az átfedés. De valóban is azt látom, nagyon sokan még ma is, a Horthy korszakban is, de még akár ma is, főleg a radikális, szélsőjobboldali körökben, egyfajta zsidóuralomnak, zsidók diktatúrájának állítják be az egész tanácsköztárságot. Azt gondolom, itt érdemes Paksa Rudolfnak a kutatásait kiemelni, aki úgy véli, az ő hipotézise és gondolatmenete szerint, hogy itt ateista személyekről volt szó. A hazai asszimiláció folyamatára érdemes fókuszálni. Aki Magyarországon, különösen a 19. század végén, amikor a magyar nemzeti érzület a tetőfokára hág, a magyar birodalmi gondolatra érdemes gondolni, a millenniumi díszes ünnepségekre érdemes gondolni. Valaki, ha ebben a millióben magyarra szeretett volna válni, akkor egy több stációs, több állomásból alakuló folyamaton keresztül kellett végigvergődnie magát, amelynek állomása volt a névváltás, állomása volt a saját zsidó hitének a letétele, a magyar kultúra és történelem megismerése és elsajátítása, a végén a névmagyarosítás is, vagyis a keresztényé válás. Paksa Rudolf és mások is úgy vélik, hogy akik ebben a folyamatban valahol elakadtak, már zsidó hitüket elveszítették, de még nem váltak teljesen keresztények, azok nagy mértékben váltak fogékonyá egy olyan ideológiának, amely pont azt hirdette, hogy nem érdekes, hogy honnan jössz, nem érdekes, hogy milyen a vallásod, hanem az osztályhelyzeted igazából az érdekes, és az érdekeid azonosak velünk. Tehát a kommunisták és a zsidóság között, akik egyenlőségi jelet tesznek, szerintem éppen ezért tévednek, mert ha valami ellen a tanácsköztársaság hatott, az a magántulajdon szentsége volt, a zsidó polgárságot, a nagypolgárságot és vastagon sújtotta, elég csak Weiss Manfredre gondolunk, aki öngyilkosságot kísérelt meg, amikor a gyárát szocializálták. Az a nyílt egyházellenes propaganda és nyílt vallásellenesség, amit a proletár diktatúra művelt, az pedig a hithű, vidéki, ortodox zsidóság tagjait is elrettentette a rendszertől. Ráadásul a városokra kivetett hadisarcokat is sok esetben zsidó polgárok vagy zsidó polgárok vagyonával fizették ki. A saját kutatásimból mondhatom, hogy a vörös terror áldozatai között is országos számarányoknak megfelelően majdnem 5%-nyian vannak azok, akik zsidó hátterűek voltak, és a túszok között is ott vannak a zsidók. Gyakorlatilag az országos számarányoknak megfelelően. Tehát összefoglalva az egészet, ebben a rendszerben is látszódik, hogy vannak olyan elemek, amelyek szovjet mintára próbáltak Magyarországon működni, vannak rögtönzések, vannak a helyi viszonyokhoz alakított válságmenedzselési kísérletek, de mint minden témához, a magyarországi tanácsköztárság működéséhez és a rendszerek működéséhez is egyedül érdemes szerintem érzékenységgel, távolságtartással és körültekintően nyúlni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen, megkérném az előadókat, hogy fáradjanak fel a pódiumra, és akkor várjuk a kérdéseket, észrevételeket az előadásokhoz. Úgy gondolom, hogy nagyon sok kérdés felmerült. Parancsoljanak! Igen, én Hatos Páltól kérdeznék, vagy fűznék hozzá, és akkor arra reagáljon ő. Hogy nekem érdekes módon az én kutatásaim alapján úgymond nem az, amit Hatos Pál kiemelt, hogy komikus volt ez a rendszer, vagy legalábbis a felső vezetés, nekem inkább az irreális szó jutott eszembe, hogy én úgy láttam, hogy viszont nagyon sokan, nem biztos, hogy a felső vezetékben, de nagyon komolyan vették ezt a dolgot. Tehát hosszú szinte évtizedekre tartó olyan nagy beruházásokat, grandiózus terveket szőtek, ami nagyon sok mindenre kiterjedt a kulturális szférára, főoktatási, tehát felsőoktatási reform, középiskolai reform, múzeumi építések, és a többi fizetésrendezések. Tehát, hogy valahogy azt láttam, hogy mintha ezek az emberek nem lennének tisztában a környezettel, vagy várnak valami csodára, lehet, hogy a Szovjetunióban jövő csodára várnak, de hogy egyszerűen úgy működtek, és úgy dolgoztak, olyan aprók is kis dolgok, mint például a vízdíjak emelése, például Budapesten a vízdíjak emelése,
órákat, szinte órákat vitáztak róla, és közben terveztek, csinálták, és nem voltak tisztában azzal, hogy a körülmények nagyon rosszak, gazdaságilag, katonailag és minden szempontból. Hogy nekem az lenne a kérdésem, hogy a visszaemlékezésekből, tehát vagy naplókból, vagy vallomásokból látszik az, hogy ők igazából úgymond tisztában voltak, hogy ez nem reális, amit ők itt megterveznek, vagy várnak, vagy pedig egyszerűen olyan emberek voltak, akik ezt úgymond nagyot tudtak álmodni. Ez lenne a kérdésem. Hát ez egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes kérdés. Én is sokat gondolkozom arról, hogy ezt a 80-as intézőbizottságnak a vízdíjak emeléséről szóló érdekes dolgát én is meglehetősen derűsen lapoztam, méghozzá azzal, hogy ugye Varga Jenő a végén azt mondja, hogy hát ez így nagyon jó, hogy itt mindenkinek van valami jó ötlete a kiadásra, szóba kerülnek a fürdők is, egyes küldöttek például ugye azt mondják, hogy egyes kabinokat kéne építeni, mert nem férnek el a proletárok, és akkor mások meg azt mondják, hogy nem, hát el lehet férni többen is egy kabinba, mert hát egyébként is 1 millió koronába kerülne, mire Varga Jönő a végén azt mondja, hogy igen, tehát itt most lehet az egész proletariátus számlájára rengeteg dolgot tenni, de valakinek meg is kéne termelni. Tehát többszörösen visszatér arra, és egész egyszerűen azt mondja, hogy hát a régi kapitalista Budapesten legalább tudtak adót szedni. Itt most ugye leáll az adószedés. Számomra ez egy rejtély, hogy például itt van egy Varga Jenő, és végig csinálja az egészet. Vannak itt is vicces mozanatok, többen megírták, hogy amikor már a legutolsó napokban Királyhidára mennek Kumbéláék, hogy Bőnvirmossal tárgyaljanak arról, hogy mi lesz. Hát teljesen reménytelen, már áttörte a frontot, már a Tiszán 3 helyen átkeltek a románok. És jönnek vissza a vonaton, és akkor Kumbéla azt mondja, hogy hát ő nagyon megszerette ezt a Varga Jenő elvtársat, és itt valami kis földet kell majd adni, mert ő tudja, hogy egyébként nagyon szeret Varga Jenő a földdel bíbelődni. És teljesen komolyan ott a vonatot ugye kattognak a kerekek, és Varga Jenőnek tervez egy kis földbirtokot adni. Most Varga Jenő, és ez itt egy nagyon érdekes, az évkönyvben, a munkásmozgalomban van egy ilyen sorozat, már igen régi, szeretem olvasgatni, munkásmozgalom évkönyve, és ebben közöltek tavaly egy Varga Jenőnek a végrendeletét, és ebben azt írja, hogy 1963-ban, hogy súlyos aggodalmaim vannak, hogy ez az egész szocializmus, hogy hát lehetséges-e egyáltalán, lehetséges-e a termelőerők valódi társadalmasítása, és lehetséges-e az egyenlő jövedelem elérése, és lehetséges-e az, hogy létrejöjjön a szocialista társadalom, és akkor azt mondja, hogy 46 évvel az októberi forradalom után, ugye itt a 17-es lenini hatalomátvételre céloz, Szovjetunióban kialakult egy kaszt, akik jobban élnek, mint az amerikai milliómosok. És hogy nyaraló itt, dácsa ott, testőrök és szolgák hada, és hogy ő annak idején egyébként ugyanott azon a konyhán étkezett, mint ahogy a munkások, és egy pillanat a toll alól ki is fut ez a dolog, hogy belehalok a bánatban, valóban néhány hónappal később meg is halt Varga Jenő, de hát azért csak végig küzdött ott egy majdnem 50 évet ez a művelt ember, egyébként szerette a pszichoanalízist is Varjas Sándorral együtt, és Sigmund Freudnak egyébként voltak budapesti bankszámlái, amiket ugye mind szocializáltak, és Varga Jenőnek megvan most is az országos levéltárban a feljegyzése Székely Béla pénzügyi népbiztosnak, hogy Freudnak a számláját küldjük neki Bécsbe. Tehát kivételt tesz, mert a pszichoanalízis még a kommunizmusnál is többet ér. Valószínűleg egyébként így van. Tehát, hogy én ezt nem értem. Igen, nem reális. A komikus az az, hogy ez egy szomorú fogalom, ez a komikus. Tehát én azt érzem, hogy van ez a lefagyás fogalom. Teljesen közérthető, lefagyunk egy helyzetben. Nem jutnak eszünkbe szavak, nem tudjuk, hogy mit cselekedjünk. Egy járdán, hogy most átmenjünk, miközben jön a busz, vagy stb.
És ez egy krónikus állapota 18 október után a magyar politikai életnek. Lefagy 18 októberében. Bejelenti Tisza István, hogy ezt a háborút elvesztettük, nem tudnak mit csinálni. Vekerle négyszer mond le, és október 29-ig miniszterelnök. És akkor ezt folytathatnánk Károlyival, a Károlyi rendszerrel, ami kitűzte ugyan a választást, és nagyon aranyos vagy, Gergely, a Károlyival, de az utolsó ülésen, amikor a kommunisták kiszabadítását elrendelik március 21-én, arról is határoznak, hogy nem lesz nemzetgyűlési választás. Tehát az a kormány, amely azzal jött, hogy általános választójog 9 millió, stb., az maga eltiltja, veszi le a napirendről a választások kérdését. Tehát, hogy nincsen garnitúra, nincs az, ami kvázi felválthatná. Tehát ez a magyar történelemben láthatjuk egyébként, ugye, hogy a monarchia is így működött. Én nagyon szeretem Tisza István, de infantilizálta az ellenzéket. Hát mit csináltak rá? Lövöldöztek. Meg Károlyi Mihályék a parlament bútorzatát törték össze. Így viselkedik egy felelős politikus? Nem, így a gyerek viselkedik, amikor a dühét nem tudja kifejezni. De ezért csak ők felelősek? Nem. És az történik, hogy egy ilyen kvázi csoport jut hatalomra, aminek tényleg semmi helye van, és én nagyon sokszor elhiszem, többek ugye a népbiztosok pere, ez egy nagyon, nagyon érdekes olvasmány, ott azzal mondanak, hogy Proper Sándornak is a visszaemlékezése, hogy Weltner Jakab, a Népszavának a főszerkesztője, aki ott van a nevezetes börtönbeli aláíráson, azt mondja, hogy te most akarsz lelépni? Egyedül akarsz hagyni ezekkel a vadállatokkal? Tehát, hogy itt kell maradnunk, és valamit kell csinálni, menteni, ami menthető. Tehát, hogy úgy fogják föl, hogy egy irreális, irracionális dolog, de együtt lakunk majd a vadállatokkal, mint ugye Dunaszerdahelyen valamelyik mafiózó együtt lakott egy oroszlánnal. Azt hiszem azóta őt is lepuffantották, meg az oroszlánt is. De hogy valóban ez az irrealitás ott van, és az álmok megvannak, és Varga Jenő a kevés olyan népbiztos egyike, aki ugye túléli Sztálint, sőt, ugye kedvenc közgazdásosza. Sőt, ugye nem kell itt a pszichoanalízisről áradoztam itt, meg az ő műveltségéről, de azért ne felejtsük el, hogy a Málenki robotnak a szellemi atya több százezer magyar haláláért Varga Jenő felelős abban a mértékben, amennyiben ezt ő tanácsolta, és amelynek egyébként az előképe ott van a 80-as bizottságnak, a budapesti forradalmi katonai és munkás tanács 80-as központi intéző bizottságának május 29-i ülésén, hogy Budapestről az improduktív elemeket távozítsuk. Itt van 50 ezer cseléd, menjenek dolgozni. Itt van sok tízezer zsidó, galiciai parazita, rakjuk át a határon. Itt, hogy emberek tízezreivel így. És megalakul a fővárosi tehermentesítési bizottság. Így tehermentesítenek, és a Teleki téren összeszedik a zsidókat a zsidó uralom alatt, deportálnak több ezer zsidót Budapest elett, ugye, idézőjelben mondom, hogy milyen dolgok történnek. És mégis ez az ember kognitíve csak a halála előtt, most Varga Jenőről beszélek, fogadja el, hogy valami nem stimmel ezzel a világ megváltó álommal, hogy létrejöhet ez az egyenlő társadalom. Tehát végig kitart, ahogy Lukács György is kitart, aki alig egy évvel korábban még Georg von Lukácsként helyezte el a heidelbergi kéziratokat egy pályaudvari széfben. És azt mondta, hogy a forradalom csak hitványabb lesz, mint a régi rend. Tehát, hogy tényleg bekattan valami, én ezt úgy tudnám mondani, hogy megint. Tehát, hogy túlságosan hozzászoktunk, túlságosan akarjuk, nem csak magunk tekintetében, hogy életeseményeinket racionális döntések vezetik, hanem hogy a történelmi szereplőknek is túlságosan. Ez valahol rejtély, nem tudom, hogy lehet-e végső soron racionálisan megindokolni, hogy egy Lukács miért maradt kommunista a Jubjankán. Ne felejtsük el, hogy 41-ben, amikor megtámadja Németország, a fasiszta Németország a kommunista sztálini Szovjetuniót, akkor Lukács egyébként élet és halál között van a Jubjankát. Őt is majdnem kinyírják, tehát Rákosi és Dimitrov menti meg, Rákosi főleg azért, mert Rudast meg kell menteni, de hogy gyakorlatilag szinte mindenki, tehát véletlen, hogy valaki túléli a sztálini paradicsomot, és mégis kitartanak, tehát hogy ennek, hogy egy csomóan kognitíve
egész a halálukig nem adják föl a világforradalom reményét, bízzunk a világ megváltásban, mondja Réva József az Ifjú Munkások Országos Szövetségén. A Proletár Jog című lapban a házassági és a büntetőjogi reform törekvések között megjelenik az, hogy a gazdasági felszabadulás lelki felszabadulást hoz. A proletár uralom a világ megváltását hozza el. Tehát, hogy akármennyire is, ezt nem tudom máshogy értelmezni, mint ez egy vallásos hit, ami beakad. Tehát, ha valaki egyszer komolyan vallásos lesz, azt hiszem, hogy nem lehet... Most nem lehet ebből kizökkenteni. A Varga Jenőnek ez az idézet elég megrendítő sora, és függetlenül attól, hogy milyen gazemberségeket követett el, mint sztálinista közgazdász, és függetlenül annak a motivációitól, hogy végig megvan. Tehát ez egy irreális folyamat, egy irreális tudati folyamat, ami nehéz racionális kategóriákban, ahogy Goethe mondta, légy férfi, és ne járj utamon, amikor ugye azt hányták a szemére, hogy a Werther öngyilkossága, rengeteg öngyilkosságot eredményezett a 18. század végi. Nem, nincs erre szerintem válasz. Ez egy, biztos lehet mondani csomót érdeket, autót, állásokat, tehát a proletár diktatúra alatt, és az ember azon gondolkozik, hogy rengeteg, tehát hogy látszik, hogy ez a történet nem fog sokáig tartani, és mégis tolakodnak az emberek, tolonganak az állásokért, és nem csak azok, akiknek nincs semmiük, mert ott az teljesen érthető, tehát a vidéki szegénység direktóriumai beülnek a kastélyba, és végigeszik az uraság konyháját, tehát hogy vannak teljesen érthető dolgok, és vannak ezek az érthető. Szabados Sándor, a közoktatási népbiztosságnak a vezetője. Herceg Ferenc később leírja, hát nem értem, hát ez a legfinomabb ember. Együtt néztük meg Csontváry kiállítását. Tehát ez ért a képekhez. Neki nagy műgyűjteménye volt. Hogy miért áll be? Nem tudjuk. Vagy én legalábbis nem tudom a végső választ rá. Vannak nyilvánvalóan válaszkísérletre racionális és irracionális elemek. Úgyhogy én abszolút egyetértek, hogy ez egyfajta irreális történet. További kérdések észrevételnek, parancsolj. A választásokról szeretném kérdezni, hogy megszállt területeken hogy zajlott a választás? Próbálkoztak ezzel egyáltalában? Illetőleg azt említetted, hogy Szegeden 35%-os körül volt a részvétel. Mi a helyzet például? Ekkor még ugye nem került román megszállás alá, Déva se talán, de például Arad vagy Nagyvárad az nagyobb település. Mi ezeken a helyeken a helyzet? És végülis a képviselők, azok ott csak helyben tevékenykednek, vagy jönnek Budapestre, vagy elmenekülnek, mi történik? Azt hiszem, ez az én kérdésem. Azt hiszem, nem tudok exakt pontos választ adni most Nagyvárad és egy-két vidéki település tekintetében. Nem is találkoztam ilyen összefoglalóval, tehát egy nagy országos összefoglalókkal találkoztam. Csak azt tudom, hogy fővárosban, ahogy mondtam, fővárosban majdnem mindenki elment, aki elmehetett. A vidéki városokban ez az arány, ez nem volt túlságosan rossz, és falvakban pedig szinte teljesen távol maradtak, vagy a jogosultak ötöde ment el. Szeged azért érdekes, talán azért is emelték ki, mert az egy határterület, tehát az már francia megszállás alatt van, de a tanácsköztársaság helyi szervei működnek, de igazából a tanácsköztársaságnak az akciórádiusza az nem terjed már ki komolyan arra, hogy Szegedet azt komolyan kordába tudja tartani, ezért is van az, hogy ott meg tudnak alakulni a nemzeti hadsereg, vagy az elfordulő kormánynak egy ideig párhuzamosan a helyi direktóriummal tudjanak működni. Tehát ilyen értelme szerintem ezért volt benne az összefoglalóban. Én szerintem Déva meg volt szállva, Nagyvárad már ekkor meg volt szállva, vagy nem tudom, melyik telepés mondott meg? Április közepén, igen. Igen, francia megszállás alatt van, de nem tudom pontosan. Tehát nem ismerek erre vonatkozó adatot, úgyhogy nem az a legegyszerűbb azt mondani, hogy ezt konkrétan így nem tudom.
De ezek, ja, és a kérdés a másik része. Természetesen ezek az emberek helybe tevékenykedtek nagy részt, illetve voltak közülük, akik, ahogy mondottam, volt 500, volt, hogy 50 ezerből egy embert fölküldtek vagy a vármegyékhez, vagy a tanácskországos gyűlésébe. Akik már ott utána nem a helyi szinteket képviselték, hanem fővárosi szinten mozogtak, és onnan a direktóriumnak a döntéseit azután közvetítették a vidékre. Úgyhogy nem tudom, ez így válaszolt-e. Többé-kevésbé? Inkább kevésbé. Jó. Akkor Vörös Boldizsát kérném meg, mert úgy érzem, hogy sok minden szorult bele. Gátot szabni saját magamnak és a saját észrevételemnek, és a két dolgot vetnék fel Hatos Pál nagyon érdekes és nagyon problémaérzékeny előadásával kapcsolatban, meg amit elhangzott, hogy ezek az emberek hogyan is gondolkodtak erről a dologról. Azt azért én általam elolvasott forrásokból az is lejött, hogy ők ezt az egész rendszert egy átmeneti rendszerként fogták föl, és például Varga Jenő számolt azzal, hogy hát azokkal az emberekkel, akik ugye a régi rendszerben nevelkedtek, valóban nagyon problematikus lenne az új rendszert fölépíteni. Pedagógiai szakemberek írásaiban erről lehetett olvasni. És Varga a Tanácsok Országos Gyűlésén beszél arról, hogy a teljesítménybérezést az üzemekben megszüntették, és bevezették ugye az egyenlőbért. Ugye mi lehet ennek a következménye? Hogy az a munkás, aki korábban megcsinált mondjuk 15 csavart egy óra alatt, és látta, hogy az is csak annyit, ő is csak annyi pénzt kap, mint amelyik 8 csavart csinál meg, hát kevésbé dolgozott. És ugye Varga azt mondta, hogy hát ez egy problematikus dolog, mert ugye ezek az emberek még a régi rendszerben nevelkedtek, hát persze, hogy ilyen szemléletük van, de hát bízunk benne, hogy a következő nemzedék, amelyik már a kommunizmusban fog élni, ez is érdekes egyébként, hogy ő ilyen távlatban gondolkozott, ott majd azért az emberek másként fognak gondolkozni ezekről a dolgokról, és ők éppen ezért nagyon is nevelni akarták az embereket, és valóban ezeket az új eszméket az emberekkel el akarták valamilyen módon sajátítatni. És azért az is nagyon érdekes, hogy amikor a rendszer már tényleg nagyon nagy bajban volt júliusban, akkor ezek az emberek a radikalizmusokból elkezdtek visszavonni. Tehát például a szesztilalmat enyhítették. Például eltörölték az iskolába, vagy legalábbis felfüggesztették a nemi felvilágosítást. Fölvetődött az, hogy a földosztást mégiscsak valamilyen módon foganatosítani kellene. De ugye aztán megbuktak augusztus 1-én. És nekem van egy olyan gondolatom, de ez tényleg csak fölvetés, ugye nem sokkal később, kb. Másfél év múlva a szovjet-oroszországi vezetők eljutnak a NEP-hez, tehát az új gazdasági politikához 21 elején. Ha a tanácsköztársaság vezetői hatalomban maradtak volna, vajon ők is eljutottak volna egy ilyen NEP-hez? Tehát, hogy visszavettek volna a radikalizmusukból az eseményeknek a kényszerű szorítása nyomán? De ugye ez kérdés, és ugye a történetnek nincsen ellenpróbája. De hogy még tovább bonyolítsam a dolgokat, itt Hatos Pál felvetette Lukács Györgynek a hencegését öregkorában a tizedelésen, és nagyon örülök, hogy ezt a lubjankai dolgot behoztad, tehát az ő letartóztatását. Mert nekem van egy elgondolásom ezzel az ő emlékezéseivel kapcsolatban, valóban ő fölvállalta ezt a tizedelést később is, a 60-as évek végén már nagybetegen adott életút interjújába, amelyik éppen csak 89-ben jelent meg magyarul, tehát abban azért sok minden olyan volt, ami az elvtársaknak nem tetszett, hogy én nekem van egy olyan ötletem, amit én elmondok, és aztán ez talán esetleg valahogy a tovább gondolás segítheti. Ugye Lukácsot ugye úgy szokták emlékezni, hogy a nagy marxista, filozófus, persze így. Na de Lukácsot nagyon sok támadás érte, 45 után Magyarországon is, és 56 után is érték Lukácsot támadások Magyarországon. Ugye 58-ban indított egy támadást ellene, volt tanítvány a Szigeti József, ami különösen fájó pont lehetett számára. Ugye a pártba csak 67-ben fogják bevenni, és hát egyébként is volt, akkor, anélkül viszont akkor már, hogy önkritikát gyakorolt volna az 56-os szerepe miatt. Másik, ugye úgy szokták ott emlegetni, hogy ugye a marxista filozófus. De én találkoztam olyan megnyilvánulással, és hallottam olyan megnyilvánulásról, amely szerint a pártállami időkben, így az 50-es, 60-as évek körül volt olyan felfogás, hogy a Lukács tulajdonképpen nem is marxista. Hát Mátrai László, az egyetemi könyvtárnak a vezetője, egy anekdota szerint így mutatta be magát valakinek. Én vagyok az egyetlen magyar marxista filozófus, mert Mátrai. Lukács, az nem marxista. Fogarasi, az nem filozófus. Tehát a Fogarasi Béla lényegesen szerényebb képességű valaki Lukács Györgynél a korabeli tanácsköztársai közoktatásügyben játszó szerepet. És úgy emlékszem, hogy én olvastam olyan elvtársaknak készített feljegyzést még Lukács életéből, ahol azt írták, hogy hát Lukács ugyan marxista fogalmakat használt, de amikről beszél, azok a polgári filozófia belső vitái. Tehát Lukácsot tulajdonképpen bizonyos időszakban még nem is tartották marxistának, akármilyen megdöbbentően hangzik ez máma. És ugye ezt a kontextust érdemes figyelembe venni, és nekem az jutott ezzel kapcsolatban az eszembe, hogy az, hogy Lukács ezt hangsúlyozta, és az élete visszaemlékezéseiben ezt a tizedelést, még ha esetleg nem is történt meg,
bár kérdés, hogy tudott-e akkor erről vállalta, esetleg egyfajta védekezés funkciója is lehetett, hogy arra azért még a legdogmatikusabb elvtárs is mondhatta, hogy hát persze, de a Lukács, amikor azért a proletár hatalom nagy bajba volt, akkor nem félt a radikális eszközöknek az igénybevételétől. Tehát ez tulajdonképpen ez az ember, aki nagyon sok támadást élt át élete folyamán, még a Stalin terror idejében is, ezt egyfajta védekezésként is használta az élete végén. Ki tudja, mi következik megfontolásból. De ez tényleg csak egy fölvetés, úgy gondoltam azonban, hogy nem helytelen, hogyha egy ilyen vitán, egy ilyen beszélgetésben én ezt fölvettem, hát hogyha majd további olvasmányok, érdeklődések valamilyen módon segíthetnek ezt az egész dolgot is egy kicsit más fényben végig gondolni. Köszönöm szépen. Akkor ez inkább egy kinyilatkoztatás volt, mert úgy látom, hogy a több kérdés, vagy szeretnék a reagálni rá. Ez inkább... szívesen beszélek Hegelről. Nem biztos, hogy a közönség 3-4-7-kor a szellem fenomenológiáját és annak a lukácsi interpretációját szeretné tőlem hallani. Az biztos, hogy Lukács többszörös regényhős. Tehát ugye nem csak a Thomas Manni Varázshegyben van benne, nem csak Sinkó Ervinnek az Optimisták című nagyregényében, és nem csak mondjuk Lengyel Józsefnek, ugye szintén a korszakról írt két kulcsregénye, a Prem Ferenc hányatott élet és a Visegrádi utca. De az biztos, hogy egybehangzóan állítják a források, hogy ez a harcra, harcművészetekre alkatilag tökéletesen alkalmatlannak látszó ember, amikor ugye 19 április végén ugye veszélyessé válik a helyzet, és akkor ugye, hogy itt is mutatja szerintem ezt a kivétes állapotot, hogy akkor menjen a népbiztosok fele, ugyanúgy, mint a munkások fele, menjen a frontra, és elmegy az 5. hadosztály politikai megbizottjaként, és ugrál ki a lövészárkokból. Tehát, hogy ez a bátorság, hát teljesen ugrál ki a katonák, akik tudják, hogy nem kell csak ugrálni, csak akkor kell. Amikor ott az ideje a támadásnak, mert ugye a katona a saját és a bajtársai életét is kíméli. Tehát, hogy Lukács valóban ezt a fajta élet-halál harcot, amit Hegel a szellem fenomenológiájában az öntudat nagykorúságának feltételeként ír elő, vagy amit ő éppen egyébként az etika és taktikában, hogy csak az az élet, amely ugye elmegy a végső kockáztatásig, az érdemes, tehát az a meggyőződés az érdemes. Ezt én benne látom a 19-es Lukácsban. Mondhatni még egy csomó pszichológizálást. Azért ne felejtsük el, hogy Lukács Györgynek köszönhetjük a Magyar Tudományos Akadémia, tehát hogy első bezárását. Tehát, hogyha a tizedeltetés történetét én, hogy is mondjam, kicsit gumicsontnak tartom, ahol mai emlékezett politikai megcsontosodott mítoszok szerint foglalunk állást ellenszemvel vagy rokonszemvel Lukács felé, az elég egyértelmű, hogy ez a frusztrált, ugye a habilitációját kétszer visszautasítni látott filozófus egész egyszerűen megírja a Magyar Tudományos Akadémia elnökének, Berzevici Albertnek, hogy hát nem eléggé van az élvonalban, nem igazán a tudomány frontjában, ezért bezárja, felfüggeszti a működését. És ma is van a Magyar Tudományos Akadémiának egy Lukács archívuma. Tehát, hogy ez ugye a magyar történelemnek egy furcsa perverzitása, hogy Lukács György bezárja az akadémiát, mert úgy gondolja, hogy azok nem a progresszív tudást képviselik, és akkor ma van egy ilyen dolog. Tehát, hogy én semmiképpen sem akarom Lukács Györgyöt semmilyen tekintetben mosdatni. Én csak szerettem volna kontextualizálni egy történetet, amelyben például azért mondtam el a román megszállásnak, egy Perczel Olivér, aki, meg Bödő Gergely is, aki már sok hasznos dolgot ezzel kapcsolatban közzétett. Tehát az Alföldön 11 hónapig tartott a román megszállás. 4,5 hónapig tartott a tanácsköztársaság. 640, Laki Dezső szerint 647 embert öltek meg a románok, a vörösök, ugye, most nem tudom, hol tart az Gergő, meg Ádám a lista tisztításában, de ugye 400 alatt körülbelül. Tehát, hogy
Hétszer annyi az a kár. És ugye sokszor szoktunk beszélni arról, hogy Győr elviszik a vagon és gépgyárnak a teljes dolgát, de amit elvisznek, a szegény ember utolsó tyúkját, a szegény ember utolsó malacát, a cséplőgépeket, a malomberendezéseket, mindent, ami mozdítható, a koporsó szeget. Tehát a magyar és a termést. És természetesen az egész évi termést elviszik. Tehát, hogy a magyar parasztság felfoghatatlanul szenvedett a Tiszántúlon, főleg a Tiszántúlon, a román megszállástól. És akkor ne beszéljünk például arról a Hódmezővásárhelyi 60 halottról, a Máté Szalka melletti, a Monori erdőben történtekről. Tehát, hogy ezekről kevesebbet tudunk, pedig utolérik szörnyeségben Samueli Tibort. És például nem tudjuk a beregszói 20 kivégzett zsidót. A románok, a román hadsereg április 17-én a Szilágyságban 20 zsidót állít a falhoz. Nem engedik a zsidó temetőbe el. Nem közölte még senki ezt a forrást. Mert? Miért? Mert ezek a zsidók magyarok. Ennyi. Tehát, hogy én csak kontextualizálni akartam ezzel a poroszlói tizedeltetés történettel valamit, ami úgy érzem, hogy az emlékezett kultusz építésekben, az elárasztott Kratochvil szobrokban megnyilvánult. Tehát az, ha valaki beáll a vörös hadseregben és román elnök ellen küzd, mint szentesen ugye még az utolsó napokban is beállnának, már nem tudnak beállni, az egy tökéletesen lehetséges választás. És itt van Szeged. Szegeden 5 nap alatt a franciák kihajítják a direktóriumot, de akit a helyükre tesznek, főispán, ezek is nagyon baloldali vonalú emberek, és gyakorlatilag félig meddig alkalmazzák a diktatúrát. És még mondjak egy paradoxont. Május 7-én a szegedi vörös laktanyát egy tiszti század ostromolja meg. 24 tisztjéből 22 zsidó. Tehát a szegedi gondolat, ami aztán ugye egy antiszemita gondolat lesz, az gyakorlatilag nem valósulhatott volna meg a szegedi hitközség anyagi fedezete és zsidó származású magyar tisztek nélkül. Tehát, hogy aztán mi lett belőle? Károlyi párti ügyvédek alapítják meg Szegeden az antibolsevista komitét. Aztán később ugye átveszi Kelemen Béla, meg megérkezik Kömbös Gyula, aki ugye nagyszerűnek érzi, hogy forradalmár lehet. Tehát én csak kontextualizálni akartam itt ezt a történetet. Nem lényeges az, hogy Lukács hogy van, hanem az a lényeges, hogy minden másképp van, mint ahogy ezt szeretnénk elrendezni. Tehát, hogy nagyon meghatároz minket egy tett, vagy a tett fölött érzett szégyen, és vagy egy választásnak az a végletessége. Van-e visszaút, hogy végig küzdötted úgymond a proletár diktatúrát, mint senkinek nem volt, nagyon sokaknak, tehát az elitben lévőknek nem volt visszaút, hogyha ők megőrültek egy idő után. Volt néhány szerencsés, Szegfű Gyula, 3 nemzedéke, az ma is az egyik legélvezhetőbb, de valaha volt legnépszerűbb magyar történelmi művek egyike. Mikor kezdte írni? 18 novemberében. Akkor, amikor Hatvani Lajosnak azt írja, hogy ő szívesen hazajön egy szocialista Magyarországba is, csak ne Balkán Magyarország legyen, ne elmaradott. És ott van Szegfű Gyula a Tanácsköztársaság által kinevezett egyetemi tanárok között. Meg is akarja hurcolni őt a korabeli, vagy sokkal korábbi bírálója, Ballagi Aladár, mire ő megírja, hogy ha őt itt meghurcolják, akkor ő többet egy sort nem ír magyarul. Neki szerencséje volt. Mondjuk másoknak, egy Alexander Bernátnak, vagy egy Szilárd Leónak nem volt ilyen szerencséje. Volt, aki ebbe belehalt, és volt, aki mondjuk nemzetközi karriert csinált német, aztán amerikai egyetemeken. Tehát, hogy eldönt minket akár néhány napos véletlenszerűen végrehajtott választásunk, és az egész életünket meghatározza. Köszönöm szépen. Én azért rabolnám még 5 percig az idejüket egy kérdésemmel, mert úgy gondolom, hogy itt a tanácsköztársaság és a zsidóság szerepe előkerült. Ebben az emlékévben ez a kérdés alig kerül elő, ha egyáltalán előkerül. Ezért az én kérdésem arra irányulna, hogy a tanácsköztársaságon belül, és főleg Kun Béláék pontosan érzékelték ezt a problémát, és amikor ugye átkonfigurálták a forradalmi kormányzó tanácsot,
akkor ha jól tudom, én úgy olvastam, előjött, hogy minél kevesebb legyen a zsidó származásúaknak, kormányzó tanácsi tagoknak a száma, mert pontosan tudják, hogy ez mind a külföld, mind pedig a belföld számára milyen rossz optikával fog rendelkezni. Ennek egy kicsit, ha történetét Pali el tudnád mesélni, hogy ez meg ugye a galícia zsidóknak ugye a kitoloncolása Budapestről, tehát ezek mind, most nem beszéltem a szocializálásról. Tehát hogyan lehet kontextualizálni, ők hogyan gondoltak erről a kérdésről, a tanácsköztársaság vezetője a zsidó kérdésről? Én részben azt tudom válaszolni, amit Gergely mondott, hogy eltávolodtak. Tehát úgy érezték magukat, hogy ők már nem zsidók. Ugye, ahogy ezt Kumbélának az a nevezetes tanácsok országos gyűlésén tett felszólalása mutatja, hogy apám zsidó volt, de én kommunista vagyok. Ugyanakkor, ahogy mondod, teljesen tisztában voltak azzal, hogy őket zsidóként fogja fel mindenki más. A Smac tábornok ugye azt jelenti, hogy hát nem igazán komoly ez az egész, ugye Budapest zsidó lakossága támogatja ezt a történetet. Tehát, hogy ők is úgy fogják föl, egyébként szerintem tévesen, mert hogy ha ez valóban így lett volna, hogy ez egy úgymond zsidó vircsaf lett volna, akkor miért van az, hogy Szombathelyen is? Miért van az, hogy Moson-Magyaróváron is? Miért van az, hogy Pápán is? A tanácsköztársaság megszűnése után is mondhatnánk, hogy egy csomó ideig helyén maradnak az emberek. Tehát a szombathelyi vörös őrséget, vagy vörös katonaságot csak csellel sikerül leszerelni. Nincs. Tehát, hogy ez itt egy nagy mítosz, nincs olyan nemzeti felkelés, nemzeti, amit szeretne mondjuk az én szívemhez közel álló politikai hagyomány ebbe a történetbe belelátni. Azt Rumsics Ignác már régen megírta, és te is elmondtad, hogy ami Dunapatajon történik, meg egyéb, hát ez teljesen egyértelmű. El akarják venni a megélhetést, be akarnak avatkozni a mindennapok szokásszerűségébe. Itt nem a vallásnak a tisztaságáról van szó, itt arról van szó, hogy teljesen feltúrják a szokásrendet, mert ugye a Duna-Tisza köze vallásosságáról a 10-es évek elején, hát azért nem az a legvallásosabb vidék Magyarországon akkor sem. Tehát, hogy tudják és látják ezt, én szerintem van itt egyfajta, tehát a kommunizmusnak van egy olyan ígérete, és itt van az irrealitás, amely egy zsidó történetben, egy zsidó személyiség fejlődésben ott van. Sinkó Ervinnek ugye a Szemben a bíróval úgy kezdődik, hogy felidézi egy 6 éves kisfiúnak a történetét, aki nem nagyon tud elmenni az iskolába, anélkül, hogy a Apatinba játszódik a mai Vajdaságban, a sváb gyerekek ne vernék meg. Levetköztetik, mutasd a zsidó a fütyülődet, így írja meg ugye a Szemben, és aztán az árokba lökik. És Sinkó arra gondol, hogy valami olyan rendszernek kell jönni, ahol ő ezekkel testvér tud lenni, és ahol nem azt hallja, hogy júd. Tehát, hogy az internacionalizmusnak van ilyen teljesen konkrét dolga, hogy én be tudjak illeszkedni, mert nem tudok, mert megkülönböztetnek. Ezt Vince Sándor is megírja, hogy ott van a deres emléke, zsidó bélyegem emléke. Tehát van. Azért ne képzeljük azt, hogy a dualizmus korában minden olyan szépen és ügyesen ment itt Magyarországon az asszimiláció tekintetében, és egy újabb Propper Sándor is azt mondja, hogy az apját Debrecenben gyakorlatilag megverték, és ő a bánatba és a szégyenbe halt bele, holott egy 48-as függetlenségpárti magyar volt. Tehát igenis itt van az emancipáció, vagy a félig meddig elmaradt emancipáció ígérete. Tehát, hogy a kommunizmus ígér. Ez a kommunizmus még nem ismertek. Hát 18 nyarán már ugye van Cseka, meg vannak gyilkosságok, de Leninnek nagyon jó sajtója van. A kommunizmus kulturálisan a zenitjén áll. Tehát, hogy ígér egyfajta ilyen egyetemes megszabadulás távlatot, miközben az intézményes egyházakról azt tudjuk, hogy üresek a templomok. A háborúban kiürültek a templomok. Sokszor nem tartják meg Baranyától elkezdve Somogyig.
nem tudom, a Kodolányi János novellákat kell olvasni arról, hogy az ormánságban azt mondják, hogy minek ide a pap, csak a kenyerünket eszi meg. Tehát, hogy hol van a válasz. És sokszor például Sinkó Ervin mit csinál? És egyébként ezt mutatja, hogy vannak pozitív hősei a tanácsköztársaságnak. Kecskeméti városparancsnokként megkíméli a Szentkirályi felkelők életét. Megmenti például Héjas Iván apját, Héjas Mihályt. Meg Repka hadnagyot, aki aztán az egyik legfőbb gyilkos lesz. És mit csinál a ludovikásokkal? A Korintus béliekhez írt levélt olvassa, a szeretet himnuszt olvassa nekik, Adit, de legfőképpen az Oszimasz Tarecet és a gyönyörű Dosztojevszki részletet a Nagy Inkvizitorról. Tehát, hogy ő valóban krisztiánus akar lenni, és ugye Kun Béla azt mondta, hogy nem is tudta, hogy a Hungáriában, a szovjet házban két ajtóval mellette a marxizmusból teológiát, a teológiából marxizmust csináltak. Tehát, hogy van a kommunizmusnak, és elsősorban ugye a zsidóság számára egy ilyen emancipációs ígéret. Ez számomra tagadhatatlannak látszik, és ez ekkor működik. Pontosan a tanácsköztársaság és az utána következő tapalat mutatja meg. Ha Füst Milán naplóját olvassuk, aki azt mondja, hogy én a kapitalizmus tetüje vagyok, írja március 21-én. Én ebbe az egészben nem hiszek. Hát, hogy így józanul reagál. Tehát, hogy itt csak felfordulás jön. Ezek a nagy hangzatos dolgok nem fognak működni. Megbukik a tanácsköztársaság, te tartottál elő, gyakorlatilag pogrom van Budapesten, az ország másik részén is, az egyikbe belekerül Füst Milán, és azt írja a naplójában, most lettem zsidóvá. Ez egy döntés, amiben meghatározzák, hogy ő bűnbakja lesz valaminek, amit nem követett el. Átmegy egyébként a Síp utcán, ott, ahol egyébként egy rabbi gyűlés van, és a fehér mob, ugye, a román megszállás alatt a nemzeti érzés így mutatkozik meg. Ebbe, tehát, hogy én ezt tudom látni. Éppen ezért mondom azt, hogy a kommunizmus bizonyos értelemben, és a kormányzó tanács összetétele, a politikai megbízottak összetétele, sok minden bizonyítja, hogy bizonyos értelemben zsidó ügy. De nem zsidó felelősség, mert nem a zsidóság maga egészében tud bármiképpen felelős lenni, hiszen a legtöbb zsidó vezető tartozik a cionizmushoz, tartozik az ortodoxiához, tartozik a neológiához, válságként éli meg ezt az egészet, úgy éli meg, hogy ez a mi hibánk volt. És ezt egyébként a keresztény egyházak is megélik. Mert ugye keresztények is távolodnak el, és lesznek kommunistává, és élik át ezt az egészet. Tehát, hogy ilyen értelemben természetesen a kommunizmus bizonyos értelemben keresztény ügy is, akármennyire is tudjuk, hogy Jézus tanítása nem fér össze a kommunizmussal, mint ahogy egyébként szerintem a Tóra tanítása is, de hát ez nekem nincsen közöm, ebben nem tudok állást foglalni. De az biztos, hogy az a válasz, amit Hortiék adtak rá, a nemzeti hadseregbe az említett szegedi bátorságos próba után, szeptemberben Horthy egyik első intézkedés, hogy a nemzeti hadseregbe zsidókat és munkásokat nem lehet felvenni. Tehát, hogy nem a numerus clausus, ha kezdődik Magyarországon a diszkrimináció, hanem azzal, hogy a nemzeti hadseregbe nem lehet zsidókat felvenni, de közben, ahogy ezt egyébként ugye már többen jelezték, ugye vannak zsidó származású tisztek, akik zsidókat gyilkolnak, nem mint zsidók, ők is hitehagyottak a prónai féle különítményben, például Heltai Jenő, aki ugye a már a Károlyi korszakban feltűnt rablásaival. Nem Heltai Jenő, bocsánat, Heltai. Eszembe jött, nem az író természetesen. Úgyhogy én azt érzem, hogy ez egy nagyon fontos kutatásra váró tematika. Biztos, hogy nem lehet arra redukálni, hogy ez egy zsidó lázadás, ez egy zsidó uralom. Az a mezőtúri példa számomra világos, hogy tanyasi emberek azt mondják, hogy engem az anyám, apám guba a gubához, suba a subához hozzáadott, de én már régóta nem azzal élek, és eljut Pestről a hír, és oda mennek az ügyész, a bíróhoz, hogy bíró úr, kérem,
akkor adjon össze, azt olyanja az újság, hogy összeadhat engem a párommal. Tehát, hogy mondhatnánk egy csomó ilyen történetet, amiben nagyon sokfajta motiváció szerepel. Nyilvánvaló, hogy egy tiszántúli földművest a világforradalom semmilyen tekintetben nem motivált. De ő is vágyott valami fajta felemelkedésre. Török Szent Miklóson kitör a kommün, vagy kihirdetik a kommünt, és a csertagnak a napszámos rétege gyakorlatilag megrohanja az üzleteket, egyébként a zsidó üzleteket, és kirabolja. Két embert még a vörösök végeznek ki, tehát hogy így fosztogatással ünneplik. Tehát nagyon sokfajta ez a válasz. Én azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy ami történt mondjuk 44-ben a vészkorszakban, ez tabusította ezt a történetet, de ahogy ezt Gergő is jelezte, ezt kutatni kell. Tehát ezt kutatni kell, hogy ez hogyan és miként megy. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a részletes választ, amit nem véletlenül tettem föl. Nálunk folyik egy kutatás Garbai Sándor kiadatlan visszaemlékezéseinek a sajtóalerendezésével kapcsolatban, amit az itt ülő Végső István végez a megbízásunkból, és remélhetem, hogy még ebben az évben meg fog jelenni. Ezt egy körülbelül 800-900 oldalas visszaemlékezés mennyiséget gondoljanak, amiből több száz oldal vonatkozik 19, és Garbai Sándor, hogy azt kell tudni, hogy ő nagyon erősen, vastagon antiszemita volt. Tehát olyan kiszólásai vannak, ami hát nem hiába ugye nem jelentett meg ugye ezek a visszaemlékezések, amit a 40-es évek után vetett papírra, pontosan nem tudjuk, hogy milyen körülmények között, de ki fogunk majd térni. A másik pedig, amiért ezt felvetettem, mert ugye állandóan a forradalmi kormányzótanácsról és a népbiztosoknak a származásáról, illetve vélt származásáról beszélünk, szerintem nagyon fontos lenne azt megnézni, hogy a munkástanács, illetve direktóriumi szinten, helyi szinten, járási szinten ezek hogyan konfigurálódtak, és utána, amikor ugye fehér terrorról beszélünk, aminek ugye rengeteg fázisa volt, és még pont Somogyban, amikor Szekszárdon, Marcagyban, meg Tabban végzik ki ezeket az embereket, ők pont nem zsidók, mert ugye direktóriumnak a tagjai nem zsidók voltak, de szóval ezt az alapkutatást is el kéne végezni, amihez ugye nagyon kevés eredeti iratanyag van, ha valaki elmegy a megyei levéltárakba, 16-os fondalat lesznek a tanácsköztársaság iratok, ott nagyon kevés direktórium meg járási munkástanács irat van, de ezzel szemben az ügyészség, illetve bírósági fondokban tényleg 10 000 számra vannak munkástanácsi tagokkal, direktóriumi tagokkal kapcsolatos perek, ahol 100 000 meg 10 000 oldalokon világlik meg, hogy ezek az emberek hogyan gondolkodtak, mit csináltak, és persze hogyan működött az egész rendszer helyi szinten. Mi két dolgot szeretnék említeni, az egyik az, hogy szóba kerültek ugye a szociáldemokraták, és mi megpróbáltuk meghívni Varga Lajost, későn tudtuk meg, vagy későn jelent meg ez a könyve ehhez az eseményhez képest. Az ő könyvének a címe Kényszer pályáról tévútra, a szociáldemokraták a tanácsköztársaságban, ez az előző héten jelent meg ez a könyv, ez egy rendkívül vastag és nagyon alapos monográfia a szociáldemokrácia szerepéről 1919-ben, ezt mindenkinek tudom ajánlani. Másik pedig, amit szintén előkerült, ugye nagyon fontos forráscsoportok egyszerűen nincsenek kiadva. Ezt már Boldizsáról is beszéltük, és most Hatospál is említette, ugye nem csak az 500-as bizottságnak az intézőbizottsága, hanem ugye ez a budapesti forradalmi munkástanácsnak ugye hatalmas iratanyag, hogy pont ebben az épületben van, ez nincsen kiadva, és szerintem nagyon fontos lenne, mert pont azok a kérdések, ugye, hogy a vízdíjak, meg a nem tudom, ilyen csipcsup ügyek, amikre mi gondolunk, legtöbbször minden közigazgatást ugye ezek foglalkoztatják, tehát nem a nagy kérdések, ők nem gondolkoznak arra, hogy hol vannak a csapatok, meg a haderők hol állnak, hanem hogy tényleg a vízdíj mennyi lesz. Tehát engem is megdöbbentett, hogy fontos politikai kérdésekre kerestem a választ, és ezekkel találkoztam, azért, mert minden alsó közigazgatási szinten ezekkel a témákkal foglalkoznak órákon, napokon keresztül, és rágják a gumicsontot, ami számukra gumicsont, számukra egy nagyon fontos kérdés. Zárásképpen ugye szóba került Arad Nagyvárad, október 7-én egy kicsit északabbra fogunk kalandozni, és a tanácsköztársaság kárpátaljai történetéről fogunk egy előadást, két előadást is hallani. Az egyiket Kosztió Gyulától, aki a állandó munkatársunk, és aki lassan most már egy éve kutatja Kárpátaljának a tanácsköztársasági történetét, most egy könyvet fog megjelentetni, nagyjából december-január környékére, ez egy 5-600 oldalas forráskiadvány, és egy napról napra, óráról órára lévő kronológia lesz, amit körülbelül 2-3 000 lábjegyzetet képzelnek el, tehát egy hatalmas munkáról van szó. Kosztió Gyula körülbelül 35-40 percben tényleg erről az elfeledett párhetes kárpátaljai tanácsköztársaság időszakról fog beszélni, amit pedig Szakál Imre, a kárpátaljai főiskolának egyik oktatója fog majd opponálni. Tehát erre is nagyon nagy szeretettel várjuk Önöket október 7-én. Azt még nem tudom megmondani, hogy 5 órakor vagy 6 órakor kezdünk el, megpróbáljuk minél később kezdeni majd innentől kezdve az eseményeinket, de erről majd értesülni tudnak a Facebook oldalunkon.
Most pedig már lassan 4:80, ezért meginvitálnám önöket egy finom borozásra és fogácsázásra itt kint az aulában. Köszönöm a figyelmüket!